dolot jártunk, részeg a pámmal, minden kocsmában italoztunk. Fejünkön vérdi, sírhelyünk elkelt, mert minden bankot már kirámoltunk. Aztán orgyilkos fegyverből hangbőrrem kell, s apám így szólt, ez a pusztító tűz. Fiam, itt a pénz és a puskán fogd, aztán mennyi más, én éreztem többé, már nem tartom a karomba. Még vártam egy percet, s ő azt mondta, hogy elmegy, soha nem fogja rácsok mögött élni az éveit. Fiammal jártam évek múltában, kis egész éjjel rabolgattunk, fejünkön vérdi, sírhelyünk elkelt, és mások pénzét szórakoztunk. Aztán vérgyilkos fegyverből hangbőrrent el, s én tudtam, ez a pusztító tűz. Fiam, itt a pénz és a puskán fogd, aztán menj imán. Én érzem, hogy többé már nem tartasz karodban, szinte vártam egy percet, hát indulj el kérlek. Így szóltam hozzá, szaporázd a lépeit. És a puskám fog, aztán menjé már. Még elmondtam volna, de a fegyver újra dörren. Hát így érünk véget, és még azt sem éltet. Soha nem látják rácsok mögött élni az éveit. Soha nem látják rácsok mögött élni az éveit. Soha nem látják rácsok mögött élni az éveit. Király, a béka király, király, a béka király, király, a béka király. Wow, jött a lány és csókokat nyomott rám. Király, hogy hisz a mesékben még néhány királylány. Mint három samidő, az erdőcs mezőt járám, eltűnődik, hová lőn az rím. Mely időn vitéz Mátyás király urunk, mennybe szállas érette Dafkes iránkozunk. Igazság már az időtől nincs. Ha
Moslőn csak hamburger lakoma, házi mozi szoba, füstölgő paripa, hősök a moziba. Szümeim merengének télen, szép Dunánk hömpölygő olaj tengerében, s eltűnődék, hová lőn az jég. Bécsnek büszke várát, azért ostromolánk, mert az Óberencen túl tejet olcsóban találánk. Szent igazság, hová lendél? Most lőn csak hamburger lakoma, házi mozi szoba, füstölgő paripa, hősök a moziba. Most lőn csak hamburger lakoma, házi mozi szoba, füstölgő paripa, hősök a moziba. Most lőn csak hamburger lakoma, házi mozi szoba, füstölgő paripa, hősök a moziba. Szuperbuli, mert a jányom eladom. Lagzi Lajost vendégségbe meghívom. Az összes pipa dohányomat elszívom. Mert aki bújt, aki nem mire a nap felkel, Lagzi lesz és punktum a jány elkel. Már is, hogyha nincsen ló, a dégedőn is eljátszom, mert nincsen cselló. Mert ha nincsen ló, ha nincsen ló, jó lesz az a már is, hogyha nincsen ló. Ha nincsen ló, ha nincsen ló, jó lesz az a már is, hogyha nincsen ló. Ha de kombiné, kombiné, ha több víz kombiné, ha még az éjjel felhajtom majd én. Adaj a híd alatt, a híd alatt, a Margit híd alatt, ad ott hagytod a kombinétodat. De már meg a kérő vajon hova bújt? Hát bizony a tablettásporttól kinyúlt, vagy az ember piacon árulják már szegényt, tán elraboldott a Terry Black a vőlegényt. De aki bújt, aki nem mire a nap felkel, férjet kerítünk és a jány el. Ha nincsen ló, jó lesz az a már is, hogyha nincsen ló. Ha nincsen ló, ha nincsen ló, jó lesz az a már is, hogyha nincsen ló. Mert ha nincsen ló, ha nincsen ló. Ha azt hitted, még van 20 másodperc, akkor most megleptelek. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Itt van velünk Frog Pati, Leon, Farkas Nikolász, Uv, vagy UV, vagy UVU is lehetne ennyi erővel. Aztán Mezei Arceus is megérkezett, Bajtíz is kérdezte, hanyadik csapatban van. Nem főjáték a Gelsin a csatornán, elmondom azoknak is, akik nem csetet néznek, hanem mondjuk visszanézik majd a live-ot, hogy a Genshin nekem egy olyan játék, amit játszok havi egyszer, mert szeretik a nézők, de önmagamtól nem ülök lejátszani. Hasonló volt a Metin,
Bár hamarabb metineztem, mint genshineztem, mert azon nőttem fel, de hogyha lesz egy MMORPG játék, ami jobban beszippant, akkor lecseréljük a genshint arra. De addig még sok víz lefolyik a Dunán, úgyhogy most genshinezni fogunk, és már nálam van kép, nálatok miért nincs? Már várjál, varázslat, abrakadabra, mondom, abrakadabra. Ja, mert csak kijelzőbe lesz, még mindig szutyog a felvevő, jó. Öpp, varázslat. Csiribú, csiribá, tessék. Aztán itt van velünk Laura is, aki 5 hónapja kezdte. Hogy állsz benne, Laura, mesélj, hogy haladsz, és Chris Hun HD Gaminget is üdvözöljük. Aztán mindjárt kapcsolom a Discordot, Magic, azaz Magic level 1000. Múltkor rájöttünk az előző Genshin Live-ba, hogy a fősztoriban nagyon le vagyok maradva, úgyhogy amellett, hogy közösen is játszunk, szerintem azt is fogjuk tolni. Tegnap a Pokémonban a vizsgázás nagyon felhúzott, azért csak lenéztem a kérdéseket. Én nekem még elsőt se ajánlotta fel, annyira rég, vagy annyira kevés órán voltam benne, mint a valós életben. De igazából egyszer lógtam el órát, nem szabad lógni az iskolába, egyszer lógtam el órát, mikor fölcseszett az igazgató, megfogtam magam, és igaz, hogy még csak harmadik óra jött volna, kimentem és leültem a parkba, és mondtam, hogy én mára befejeztem. Viszont látásra. Egyszer volt ilyen dévlázadás. Dévén még Inazuma Story-ba tartok, nagyon le vagyok maradva. Hát figyelj, én se vagyok előre. Lehet jönni amúgy, de hát úgyse egyből azzal kezdünk, úgyhogy most Bajtíz várhat egy negyed órát, mire csinálunk valamit. De attól jönni lehet. Bárhogy előtte én is megnézem, mi újság a visek terén. Még mindig nagyon fáj a karom, gyerekek. Én nem tudom, hogy mi van, de hogy így, ha valakinek van ötlete, itt fáj az izom. Itt. Itt belül. Meg így néha, amikor így megtornáztatom, jobb egy kicsit, meg ilyenek, de hogy reggelre, hogy felkelek, vagy nehéz vagyok, és elalszom a kezem, vagy nem tudom. Nézd a Trónok harcát, 4-5 részt igen, de nem fogott meg, mert túl sok benne az agresszió és a szexualitás, és nem pártolom ezt a kettőt együtt. Hát külön-külön se nagyon. Meghúzom, ahogy alszol. Azért mondom, hogy gyerekek, én nem tudom, mi van velem, az oldalam fáj, itt fáj, így ülök, így fáj, azt se tudom már, hogy üljek, kell egy ilyen gyógyszék lassan. Rég voltam belépve, mindent is átveszünk, Primo Gamer nem dobott meg túlzottan a játék minket, szia István! Nekem mindenem fáj, tegnapi live alatt nekimentem az ajtófélfának, az nem jó, na nézzük meg, mi újság a visek terén. Hát nekem Raiden az megvan, az a izé megvan, a sára megvan, meg a kisgenyó is megvan. Az úr, mintha úgy emlékszek, hogy ez az úr hazajött, de hogy tényleg az úr jött-e haza, mindjárt megnézem. Mert az élet az úr. Jó, elvileg amúgy szerintem megvan. Hum vagy. Igen, most megint lesokkolom azt a nézőmet, aki gyűlöli, hogy ennyi karakterem van és nem játszok rendesen. Elnézést kérek tőle előre is, ha visszanézi vagy ha benéz. Hum van. Hát nézzünk egy. Hol van? Ki veszi észre először? Ez kap egy semmit. Ott van. Ott van. Jó, semmit nem fogok ma viselni. Olyan karaktereknél viselek, aki nekem nincsen. Előző amúgy nem volt jó, nem jött haza a többi. Úgyhogy... jaj, Cinót elrakom innen, mert szerencsétlen kettes szintjével csak akadályoztatni fog engem. Itt maradt a kis Cino, ilyen rég játszottam. Venti végül is nem volt rá. Általában ezt a jeges gyereket szoktam használni, a keját. Hát meg nyilván színjant. Tűzeskedjünk egyet. Rég használtuk Noelle. Jó reggel, Jack Sparrow. Tehát, hogy nem fogok viselni. Megmutatom azért, mennyi visem van. 16, 7. Közben joghurtot eszek, jó étvágyat, eventek. Van valami új kártyázás, meg fogjuk nézni. Van bújócska event, azt már tavaly csináltuk, de megnézhetjük. Testrunba bemutatom nektek Raident, addig eldönthetitek, hogy majd a kártyával kezdjük el, vagy a kártyával kezdjük el. Ez az opciótok van.
mindenki beírhatja, hogy azzal kezdjük-e. Addig én ezeket itt ledarálom, és utána kapcsolom hangba a nézőket, akik vipek, persze, aki játszik. Hosszú a kártya. Nem ráérünk? Ilyen 11 óra 20-ig tervezem kb. A live-ot, mert utána ebédelek valamit, meg átállás, és utána pedig megyünk folgájszozni. Jaj. Szerintem belefér addig, nem? Pati azt mondta 5 perc a kártya. Vagy ezt valami félreértettem? Nem arra mondtad? Láttam olyat, hogy külföldi csaj 20-30 vízből azt az egy karaktert nyitogatta. Beteg vagyok? Betegnek tűnök? Hát fáj a karom, de hogy úgy különösebben szerintem nem. Ja, az előfeladat, aha, a meccs rövid, de az előfeladat hosszú. Jó, hát valamikor meg kell csinálni. Vagy bosszozhatunk is párat az elején, hogyha azért jött baj, tíz igazából nem tudom, hogy mit szeretne pölő. Hangom olyan, nem vagyok beteg, csak nemrég keltem. Hát még reggel van. Egyáltalán nem vagyok beteg. Még most fogok kávézni, jó? Igen, kivesszük a jutalmat, mert csak ezért csináltam, a 20 primóért én a lelkem eladom itt. Mert csak álmos a hangom, hát még sokan alszanak, csak én vagyok ilyen mazoista, meg ti, hogy felkeltetek. Egyél. Hát ettem már rántottát, de nem érzem a hatását. Mármint, hogy azt érzem, hogy aránylag jól laktam. Azt érzem. Tényleg, láttam, van, aki jött a ketten-hárman, hogy 7 órakor keltetek ki, mikor kelt akkor, srácok? Illetve, hogy reggeliztetek nem már, egy ilyen random kis reggeli körkérdés. Általában a reggeleket mostanában izével kezdtük. Mi az? Overwatch-sal, de most kivételesen Genshin lett belőle. Most reggelizek, hát jó étvágyat. Sose lesz ilyen pró csapatunk. Jó reggel, Dóri, mi újság, hogy vagy? Visszatértem? Na merre jártál? Vagy hogy rég voltál, úgy érted? Örülök, hogy itt vagy. Én nem bírok enni. Régen én se tudtam suliba reggelizni, aztán utána már rájöttem, hogy tudok. Hogy hát így hozzászoktam. Na, most, hogy ezt az izgalmas meccset is letoltuk. Tudod mit? Kapcsolom a hangot. Halló! Elméletileg csak Pati van itt, de baj is lehet hangban. Hol mindenki? Dave, amit írtam Messengeren, majd megírom, hogy gondolom, de annyit kérek, hogy majd valahogy harangozz be, léci. Ja, hát amikor kiteszem, hogy mi lesz a szilveszteri live-ba, akkor kiteszem. Szia Zsolt, valószínűleg azért nem engedi neked a játékfelvételbe szimelni a Genshin, mert nem rendszergazda módban néző az OBS nekem működik. Hát akkor lehet, hogy amiatt. Amúgy, jaj, ha már megjött Zsolt, jobbulást, utólag láttam, hogy beteg vagy. Gyerekek, tegnap egy kuki voltam, top csetem volt végig a csetem, a felét nem láttam annak, amit írtatok. Csak így néztem vissza este a Plektélben részeket, kíváncsi voltam, mennyire voltam hangos, meg ilyenek. És nézem, Zsolt írja az elején, ő beteg. Szóval én nem olvastam. Utána nézem, más köszön. Neki nem köszönte. Basz, ott esett le, hogy top csetem voltam. Úgyhogy akiket tegnap nem olvastam be, nem bunkózásból volt, csak hülye vagyok. Én jobbulás Zsolt, és nézd miért? Nem tudom. Nagyon rég volt ilyen, hogy top csetem maradjak egyébként. Nekem néha igen. Így beszél, de hát nekem néha úgy átállt a top chatra, de én általában észreveszem. Most nézem, hogy színjám megdöglött. Csak kezdjük a napikkal, jó? Gyere baj! Meg Pati, toljuk le a napikat. Hol vagyunk? Ja. Én itthon. Az pont a legjobb. Szerintem te is. Igen, valószínűleg én is itthon vagyok. Olyan hülyeséget álmodtam, gondolkoztam rajta, hogy elmondjam a live-ba, vagy nem, mert érinti a Patit. Mondjad! Veled álmodtam, Pati, figyeld, el akartak téged adni a szüleid.
azt álmodtam, hogy elmentek valami ilyen egyiptomi helységre, és egy sátorba árulták a Patit. És ilyen izé volt, hogy mondták, hogy hát én akciósan megvehetem, mert hogy nekem végül is már dolgozott, mint moderátor, és hogy biztos, hogy még azért tud mosogatni, meg porszívózni, meg ilyeneket mondtak róla. És akkor mondták, hogy hát izé, nem tudom, mit kérnek a Patiért, és mondtam, hogy de hát ez nem ilyen, én mondom, fel akarom szabadítani, mint a rabszolgákat, és mondom, akkor összedobjuk a mongoftákkal, ja, de hogy nem lehet felszabadítani, csak ketrecbe lehet tartani, és ilyen hülyeségeket mondtak a szüleid, és én meg mondtam, hogy hát de én úgy nem akarom megvenni, és akkor mondták, hát akkor majd megveszi más, meg mit tudom én, és akkor ilyen tök hülyeség volt az egész, és akkor végül is valami olyasmi volt, hogy mondtuk Janával, hogy jó, akkor megveszünk, és akkor így a mongufták közösen felszabadítottak titeket, tehát a szüleid meg bezárták a dikiba, de ezt nem mondd el nekik, de hogy így nagyjából ez volt, hogy a Patit felszabadítottuk, és szegény addig egy ketrezbe volt ott összegörnyedve, és ott telefonozott, ennyit csinálhatott, meg kapott almát. Igen, ez a szakaszt. Tehát én nem tudom, akkor borzalmas volt felébredni is, tehát így... ez nagyon beteg. Pedig még tegnap, de nem tudom, a plektél volt, ami így bekavart tegnap, vagy én nem tudom, de hogy ilyen hülyeségeket ritkán álmodok. Lehet, hogy ilyen hátsó gondolatok, amikor mondjuk vitatkoztak veled a szüleid, ez így megragadt bennem, és akkor ez így összemosódott a patkányos, ott voltak ketrecek, amiken utaztunk, vagy amiket tologattunk, meg minden. Lehet, hogy összemostam a kettőt. El kell pusztítani közben azt a hilicsört, az ott fönt van. De nem, hol a hilicsör? Jó. És felébredtél, szomorúan nézted, hogy Pati nem mosogatott el, igen. De tényleg nincs elmosogatva, most majd nekem kell a két live kasztra. Megnézem, hogy el van a mosogatva. De figyeljetek, azért ez a jó fejálom verzió volt, mert felszabadítottuk a Patit, és nem hagytuk, hogy rabszolga maradjon. Nincs elmosogatva. Á, ott otthon se dolgozik, látod? Volt valós alapja. De itt most mit kell csinálnom? Azt írja, hogy biztos... Ja, mert hülye vagyok, mert nem ezem áll rajta. Hol ez a napi küldet? Mindegy, menjünk el oda. Nem kell maszni a fára. De minek? Hát már fel kell szedni leveleket. Ja, olyan nem én szeretem tudom, azt hogy a napit. Vannak. Jó, jövök utána. Sőségből, és ha már így random ezt történt, ki mit álmodott? Meséljetek. Hát, hogy ti értelmesebbet, mint én. Én ez pont valami ilyen... Én amúgy pont ehhez illőt álmodtam, engem meg adoptáltak. Na. Sok volt a Roblox. Képzeld, kedves kismacskám keltett fel. Az jó. Na, szóval van, Mukika is felkeltett minket a vinnyogásával, hogy éhes. Léda. Megyek. Itt az egyik level. És jobban vagy-e már Zsolt, vagy hogy mi lett? Mert írtad, hogy nem voltál sehol, csak beteg lettél. Nem volt fura, hogy tegnap nem reagáltam arra, hogy ezt leírtad? Azért ha valaki beírja, hogy beteg, akkor minimum egy jobbulást szoktam mondani. Engem csak úgy meglepett, hogy haló, ezt miért nem láttam. Nem álmodok egy darab óta. Hát, én nagyon sokat szoktam álmodni, csak nem mindegy szoktam elmesélni. Mind ilyen hülyeségek. Tehát, hogy... És most menjünk vissza a csajhoz. Igen. Én azt álmodtam, hogy ellopták a drága minőségi kényelmes korimat, de nem találtam meg álom végére. Hát az szomorú. Az nem túl happy end. Na, a Dr. Edith néninek leadjuk a küldetést. Én is kaptam 10 primót, köszönjük, Dave. Te is kaptál? Igen, mert én nem csináltam még a napikat. Ja, megyünk a következőhöz. Jövök ki belőle, most már csak fél napot vagyok fáradt, meg nem kapok levegőt. Hát ez nagyon jó hangzik. Másik fél napban meg rossz akkor. Én nem tudom, mondom, nem tudom, hogy üljek. Tehát, hogyha a Dév ma is feszeng, meg minden, az nem a live miatt van, hanem konkrétan le akar szakadni a jobb karomba az izom. És azt érzem, hogy na, fáj. Tehát, hogy erre most nincsen jobb szó. Tehát azt érzem, hogy konkrétan fáj. Most vagy meghúztam ennyire, mert azon gondolkoztam, hogy mikor vidékre utaztunk a buszon, nagyon kényelmetlenül ültem a stén oda-vissza is, és a jobb oldalamra nem ültem rendesen, az is tény, de hogy ott helyben, ahol voltunk a családnál, semmi baja nem volt a karomnak, aztán másnap munkahelyen, amikor csináltam a
fizikai részét a munkahelyen a munkának, ott se éreztem. Délután már igen. Tehát, hogy ötletem nincs, hogy ez most mi. Szia, Kalber, és szia, Kristóf, jó reggelt kívánok! Nekem egyszer volt tudatos álmodásom, egy szigeten voltam, egy hajót teremtettem a vízre. Izomláz. Azt mondta Jana is, hogy tudja, hogy izomláz, de hogy ennyire? Tehát, hogy napokig fájjon? Nem Just Dance-eltem én, pedig amúgy mutkott, de... Én igen. Igen, azt tudom. Amúgy nagyon jó, tehát hogy tényleg testmozgásnak tökéletes a Just Dance. Igen, nagyon jó. Csak izé, végére egy között meghalok már. Ez ilyen. Tényleg úgy, hogy én olyat nyomtam a múltkor, hogy végigugrálni kellett benne. Az a legjobb. Nyomja egy Rasputint, az az egyik legjobb. Van benne ilyen, de térdre guggolós ugrás, meg minden, ez úgy nagyon jó. Biztos, hogy nem. Ezt nagyon szeretem. Meg még a radioaktív is aránylag. Jobb. Én ilyen mikor zenéket toltam. Ja, de nagyon sok új zene van benne amúgy, aki előfizet az egy hónaposra, rengeteg új cucc van benne, most én is néztem. Kb. Én egy 5 napja Just Dance-eltem. Az ingyenes próbán vagyok még abban, szóval most ja, egy az ilyen... Jó, az is jó. Jó, 28 napig még tudok küzdeni. De jó. De akkor többet kell dolgozni. Ja, izomlász, igen, majd mozgatom. Azt mondta, hogy Jana, mozgassam a karon, hogy hogy nézne így ki a live-ba. Sziasztok, mongufták, menjünk a napi küldihez, és jaj, de jó. Meg mi az egész? Hogy mozgatom át az egészet? Tehát, hogy... De lehet, hogy majd Just Dance-elek a live után, tényleg keresek olyat, ami a karra megy rá. Biztos van valami karemelgetős, karlendítős valami, és akkor úgy azzal. Jó reggelt, Emily, ezt a szó. Mai megcsinálta a napit, miközben mi itt elbeszélgettünk, meg sétálgattunk. Köszönjük. Ez is a munkamegosztás, hogy egy dolgozik, kettő meg csak beszélget. De hasonló a munkahelyem néha, hogy szegény Gyula kollégám dolgozik, ő a gondnok, én meg csak beszélgetek. De attól folyik a munka. Meg jöhet az a velem. Igen, nekem mennem kell, de még megpróbálok jönni. Rendben van, oké, Arceus. Jaj, Defeat All Opponents, ezt a Chubby Crisis-t is csináljuk meg, ez egy kék feladat. Ha már elkezdtem. De amúgy meg olyan rossz csapatba szeretek genshinezni, csak szólóba unom. Szólóba unom? Azt én is unom, azt én csak annyit csinálok, hogy felnézek, megcsinálom a napit. Ha van valami olyan event, amit tudok csinálni, ezt megcsinálom, aztán ennyi, tehát a kilépem. Na, legokosabb verzió, tűzzel tűzre. Tehát, hogy nagyon hasznos az, mit csináltam. Ez egy nagyon okos vagy. Tudom. Szóval megcsináltam egy napit. Köszönöm. Valamikor el kéne feküdni a kék küldetésekre is, mert múltkor emlékszek, hogy jó múltkor fél éve volt az majd senki lánya, vagy valaki kiégett, mennyi küldim van. Rendben van, Emily, üdvözlöm a mamádat, bár nem hiszem, hogy nézi a csatornát, de attól függetlenül minden jót kívánok neki. Ja, így is megint láttam, hogy izén nézőimnek a 31%-a nincs feliratkozva. Tessék benyomni a feliratkozás, srácok. Micsoda, emberek iratkozunk fel. 31%, az nagyon sok. Ja, még él egy opponent, ott bujkál a kis szemét. Azt meg kell ölnie. Ti emlékeztetek arra, hogy idén még mi metineztünk? Én azt hittem tavaly volt. Elkezdtem összeállítani, hogy mi történt idén a csatornán, majd lesz egy ilyen videó szokásosan. De nyugi, nem 8 óra meg 12, mint rég. Tényleg csináltam régen 12 órás visszaemlékezést. Négy részben, úgyhogy nem olyan hosszú lesz, de hogy én meglepődtem, hogy áprilisban metineztünk. Én úgy emlékeztem, hogy azt tavaly letudtuk. Na mindegy, meglepődök azon, miket csináltam idén ilyen szempontból. De hogy úgy látszik, igen. Igen, még csak az áprilisnál tartok. Én itten föl mászok, mert még mindig él egy opponent, mert nem segítetek leölni. Hát mivel megcsináltok a napit? Hát ezt köszönöm. Ma készek vagyok. Én meg ölöm ezt a hülye kis tűz szutykot.
Ja. Na most lett a kész. Lime-ot. Ez egy hosszú cucc volt. Na, megvannak a napi. Mi az a ceca ott? Tu van egy ilyen ceca. Az a kártyás? Az a nem, a kártyás az a az én maskás kávézóban van. Az a azért bujocska. Mi a túró ez? Mi? Valami cucc volt a kávémban. Ajaj, nem, hát ez valami ilyen zapkás a jellegű. Ez hogy került ide? Vagy mondjuk nyilván jön a reggelizet, de hogy... Várjál. A bögre tiszta volt, a kanál tiszta volt, a pofám tiszta volt, honnan jött? Befermett. Szeretnéd, hogy szintezzük a karaktereit? Tehát, hogy gyűjtsünk hozzájuk cuccokat? Azt is csinálhatjuk. Jó reggelt, Prohanger, én abban is benne vagyok baj, csak akkor válaszunk egy karit, azt mondjad, hogy melyiket, mármint nem boldog karácsony, az már túl vagyunk. Ja, igen, még mindig nem tudom, hogy elsőjén dolgozok-e, és csak halkan jegyzem meg, 28-a van, imádom a vezetőségemet. Tehát majd így elsőjén, vagy 31-én megtudom reggel, hogy holnap reggel, gyere! Hát elég kellemetlen. Ne, akkor is egy holnap vagy holnap után meg lejár az egyik videósnál tagságom, ajándékozott. No. Lehetne kokomi? Hogy hozzágyűjtsünk cuccot? Várja, beteszem a kokomit. Hát kokomit mondjuk, az jó karakter. Ő aránylag nem is áll rosszul nálam, mert Zsilu belenyúlt, mikor igen. Itt volt, hála az égnek. Hol van, várjál? Amúgy majd őt is akarok, tehát ha Ajaka bejön rá, akarok viselni. Én a jaó-jaóra várok. Az mikor jön? Láttam már, hogy jön. Elvileg. Hol a kokomi? Elvileg kellett a csüksítésben. Ja, itt. Csak a szememet nem veri ki. Annyira sok egyes szintű karakteret van. Nem, tudom. Emiatt is szóltak már be. Szegény én. Igen. Még az a szájnokat a szintű. Bántanak engem. Bántunk. Ó, várjál, jaj, kokomit tudom is szintelni, odanéz. Level uppoljuk. Kár, hogy nincs ilyen, hogy max gomb, egyből feleuppolná. Menj vissza. Én most azért Dorit, meg a... azért a Nahidát szintezem. Na, ilyen, ilyen kell. Ilyen Sango Pearl. Jó, az a Kokomi szigetén van. Jó, akkor menjünk oda. Hálom nem beszélni. Inuzuma. Várjál, azt mondta, hogy kövessük a bajt. A baj nem igen, jár egyedül, úgyhogy jövünk utána. Kettes player. Ő én most a kettes, én. Ugye? Ő volt a leggyorsabb ma. Jó reggelt, Potato! Hova megyek? Oda a rózsaszínes szigetre nézünk már. Jaj. Ja, csak nem látlak titeket, mert vak vagyok. Igen, hát igen, mondjuk logikus, hogy azon a szigeten, ami ilyen víz körül volt, meg minden ott lesz a gyöngy, tehát hogy ez eddig így több full logik. Logic 2000, aki jól érzi magát, fejelje meg a like gombot, köszönöm. Rájöttem, hogy ott hagytam az egerpadomon egy csomó csokit, szóval most megeszem. Na, hát edd meg. Jó étvágyat csomó csokihoz. Várjál, baj már elindult. Mindjárt megyek, csak kinyitom csukat. Jó. Próbálom követni a bajt, valahova elbújt. Szia, uf, újra. Ott egy láda is, akkor ládázzunk is már. Itt egy csomó. Várjál, megyek oda? De hol az az itt? Esküszöm, nem látom. Itt lebegek a térképen, látom egy kettes player, és nem látom. Lejött teljes? Hm? Hát tudja a halál. Ja, hogy ezek azok? Ó. Hát ez a csomó, ez három darab. De ez teljesen jó. Még kell egy pár, nyugi. Na hát itt látszik, hogy Dave ezen a részen soha nem sétált.
Ott szembe Magyar, is. magyar. Itt is van. Várj. Ja, amott, jó, megyek. Már úszikálok is hozzád. Strandolás. Én közben felnéztem az interaktív mapra, hogy most mik voltam. Ja, látom, hogy itt a vízbe is vannak kagylók, tényleg. Persze. Várjál. Aha. Találtam egy szigetet, ahol van vagy 5 darab. Ó, hát itt is várjál, nagyon sok van. Megvárlak ott a teleportárnél. Mindig ezek csak ezt. Jó étvágyat. Köszönöm. Igen. Ott egy láda, gyertek, azt segíts baj leverni, kérlek. 70-es samuráj. Itt se sok ládát szedtünk össze. Ezen a területen csak a főküldit csináltam, arra emlékszem. Mondjuk ugyanez volt a siva... Nem, a sivatagban ott bolyongtunk, meg gyűjtögettünk. Sivatagban többet mozogtunk, mint ezen a részen. Na, ez is megvan. Nekem még nincsen le ez a villámos dolog feloldva. Milyen villámos dolog? Van valamilyen villámba lezárt terület. Ja. Ilyen villámbuborék. Átúszok a Tiszán, igen. Ja, várj, itt valahogy főpattog. Ezt hogy kell azt használni? Nekem nem akarja kijelezni. Nem tudom használni, baj, én fölmászok. Tévvel kell, azt hiszem. Nem ajánlotta fel. Semmi. Itt is van. Jó, megyek oda. Ja, kinyitotta a lezárt rész, hát szuper vagy. Ja, hogy az itt megcsapak, ezeket nem kéne ütögetni. És a lezárt részben fent van valami, vagy mi? Au. Várjál, mindjárt megdöglök, hol van kaja? Hogy izé... Ez így nem jó. Hova lett a medúza? De előbb nem kiraktam. De itt hogy mászok fel? Aha, nem nagyon értem. Mindjárt hozok egy ventit, komolyan. Nem tud felmászni. Beakad a feje. Vagy ha mondjuk Pati idejössz és hozná egy ventit, vagy segítené valamit, azt megköszönném. Hát mi is van, Tim? Ja. Az az én igazság, miért, hogy nekem van. Én azt hittem, neked van. Akkor elnézést. Mert baj, meg simán felmászott. Érteném ezt a hülye játék logikát. Aha. Ez se csinál semmit. De hát így is beesek alá, ez ugyanúgy nem segítség. Jó, behozom a ventit.
Szerintem úgy jó, hogyha felviszi az albédónak az a kármia, és hát még a ventizmus. Szia, de én itt még van. Na, egyből megvan. Mondtam, hogy kell a venti. De amúgy ide most minek jöttem fel? Tehát, hogy mit szeretett volna itt a baj? Igen, hogy miért jöttem fel? Már azt mondta, feloldotta nekem, de hogy önmagában miért, azt ott nem tudom. De úgy tudom, hogy miért jöttünk fel? Amúgy, én azt hittem, hogy kagylói, abból a bokorból, hogy szedsz ki ilyen elektrocuccot. Tudsz T-betűzni. Ja, hogy ebből a bokorból. És van az a kis szakrát, ami kell. Így. És hova kéne T-betűznöm? Vagy most csak megcsináltad, hogy máskor tudjak? Elvesztem egy picit, hogy most mit szerettél volna ezzel. Na mindegy, nézzük meg, hogy mennyi olyan kis kagyló kell még. Tehetem, hogy itt hol van 5 darab. Átmehetünk oda. Várjál, meg vagyunk. Ó, ilyen is kell. Várjál, kagylókkal megállhatunk. Ezt, Spectre. Ilyen is kell, igen. Jó, ha meg tudom nyitni az Adventure 3 bookot, akkor mutatom a kavakában. Be tudsz menni ilyen elektrobillámgöm dolgokba. De most nem megyek be. De azért köszönöm. Na, itt van egy közelben. Merre? Pontosan ott áll, valahol arra. Aha. Vagy fejjebb, nem tudom. Jó, megnézzük. De köszönöm, Baja, a segítséget, mert így összeszedtünk annyit, amennyi kellett. Oda megint nem tudok bemenni, köszönjük, Purok. Fel kell mászni a hegyen. Látom. Ezeket a villám dolgokat én kiszedném, utálatos. Ezt utálom egyik legjobban a Genshinben. Jaj, itt vannak. Ó, jaj, harc. Jó, hát akkor fájtoljuk le. Ja, a Kokomival meg a izével jó lesz Ventivel. Hát nem baj, a harc is jó baj van. Jó. Jaj, bajta. Megy a nyíl! Elrontottam, nem tártam el. Na. Vártunk tovább. Nagyon szép volt. Kérem, ezek a kis genyókák valahol ezek itt belőle lesznek. Aha, ezek nem egy gyöngyökbe, hanem... Itt van egy lant. Ez a barna. Vízbe. Vízbe? Lant. Meg ott van egy másik ilyen. Várj, én még nem látom. Nem látod? Ja, amit megöltünk? Igen. Ilyennel se harcoltam még, vagy nem tudom. Aha. Itt van egy tényleg ez adja. De itt valamire rámegyek folyton. Jó. Jaj, itt van ilyen. Itt volt, hogy 3 darab van. Várj, itt egy ilyen nagy állat is. Jöjjetek meg, én azt nem bírok el. Még az saját világomban se bírok el vele. Akkor én mit mondjak ezzel? Ezt a kék genyópát, ezt ne öljön kakomiban, mert ez vízből van. Ja. Most kap meg a iparuszka állatkát. Oda nézzél, hogy sebzem. Oda nézzél, hogy sebzemzik. 17 hát, oh my god. Hát figyelj, Ventim az fergeteges. Legjobb. Nekem nem megy a fizi, de nincsen rá. Adok nektek hívet. Nem, hogy ez? Múltkor a bajnak segítettem a Raiden bossba. Na, tök jó. Azért is van Discordon is Genshin full, hogyha valakinek kell segítség, oda be tudtok írni egymásnak. Például. Ott van még a látom a másik olyan kis szürk, vagy izé barnás. Na. Megöltük ezt a szart. Aztán ott a barnás gen.
Amúgy, ha van ilyen lila kulcsod, akkor ezt fel tudod nyitni, és ez nagyon tudod. Látom, hogy az még nincs meg. És aztán kapott egy monát a bajírja. Haj. Úgy láttam, azt annyira egyszer, nem még, szerettem volna. Nincs el lila kulcsom. Annó, kiraktam még TikTokra, még, nem tudom mikor, amikor még gyűjtöttem Klee-re, hogy mennyi vissem van. Közé valaki kérdezte tőlem a kommentekbe, hogy miért nem viselek most, és akkor Klee-re meg lesz pitim. Mm. Mondom azért, mert hogyha megnyerem, akkor meg felesleges, mert akkor meg lesz egy felesleges karakterem. Ja, ő volt az egyetlen, akit a baj nem akart megkapni. Hát ez szomorú. Igen, nálam a Diluc az inkább, például a Diluc. Nem szereted a Dilucot? Na, most lett C1 ittom. Na, tök jó, hogyha őt szeretett használni, Dóri. Pitiztem és rosszul sült el. Ó, oh, hát van ilyen sajna. Igen, nekem is azt mondják, hogy mindig, amikor viselni akarok valakire, hogy gyűjtsem a pitit, aztán majd kapok valamit. De ez nem annyira hát mert nekem is volt, hogy jól állt, és nem az jött, ami benne volt a bannerben, hanem full random más. Ja, standard. Uh-huh. Jártam már úgy. Ja, hát, igen, úgy én is jártam, de én inkább nem kockáztatok, hanem inkább viszlek az azt nézem, hogy most minek fel kell menni fentre, vagy? Elvileg igen, csak nekem most el fog fogyni a staminám. Nem használom egyáltalán az ittót, nem is akartam. Hát akkor egy rip emojit a Dórinak benyomhatunk. Karácsonyi rip emojit. Szia Kiki! Mi újság? Utólag is boldog karácsony. Bár a napján írtam, új, most már a vállamnál is fáj az izom. Ez az, egyre jobb. Ugye? Hátradőltem és éreztem, hogy fáj. Nekem most az egész oldalam fáj. Na, feljutottunk. A lámpal elkezdve a lábujjai még fáj az egész oldalon. Az úgy jó. Jó ugye? A bangufták élete. Megérte, ezzel így lefejelni teket. Na várjál, nézzük meg, hogy mennyi olyan cuccot sikerült gyűjteni. Hát nem sokat. Nem. Akkor mi bosszát meg találni. 5 a 12-ből, még rengeteg kell. Jó, még itt van valahol, vagy... Hol vagy? Ja, mert itt a Kokomi boss, azért kérdezte? Igen, itt meghazában szóltam, az neked megvan az elég. Szerintem is. Na, szóval, hogy itt erre menjünk fel. De mi az a zöld, amit, vagy a kék, amit mutat a térkép? Ez a kék kocka. Hát megölhetjük, ha már itt vagyunk, és akkor utána keressük tovább ezt a cuccot. Jó, már amúgy itt van egy olyan kis cucci. Hol? Várjál, akkor megyek. Most már vissza. Ha Pati talált, akkor megvárjuk, összeszedjük, mert fontos, hogy meglegyünk. Jó, akkor hol vagy? Oké, akkor... Hogy vagy, Kiki? Hogy teltek az ünnepek? Igazából ott van egy teleportól nem messze. Csak akkor meg le kell menni, az a baj. Uh-huh. De most felteleportálunk. Milyen nyugis itt a zene amúgy. És hallom. És ott van lent. Egy csomó. És azokat hogy öljük le innen? Ja, leugrasz. Mond? Hát csak leugrasz, aztán csak. Itt van vagy 4. Most lejjebb is. Uh-huh. Azt mondták, hogy teljesen jó, hogy a kontrollernél az irányítás, hogy a émére, hogy amikor így lövünk én. Nagyon jó. Hát a ventivel nem nagyon sebzem, úgyhogy cserélem kéne. Ja, nem enged meccs közben. Nem enged, én most kifunk a harcba. Kokomiban meg még annyit se ért, mint ventivel. Ez is igaz. Felrobbant. Látom, jövök. Most cserélhetsz karaktert. Ha kiszállsz a vízből. Oké. Ezekre mit hozzak? Elektromost? Szerintem az jó. Hát jó. Na ezért, emlékeztek, amikor egyik live-ban ezért hárman voltunk. Próbáltuk megölni a pyro kockát.
úgy, hogy mi az, mindenki elektróval volt, én meg voltam Dionával. Azokat is meg kell ölni, amik ott vannak, Pati? Amik van ott lent? Igen. Aha. Hogy gyere? De komolyan, elektrós jég. Ja, de hogy én közelharca nem megyek semmire, mi? Igazán? Akkor nagyon hasznos volt. Baj. Azért megsebeztem úgy. Erre beugok a vízbe. Jaj, igen, lefolyok. Mi vagy te? Lefolysz? A víz elvisz engem. Szerintem az egyik ilyen spektrös cuccikám lefolyt így. Na, nem. Jaj, leestem. Mert ott még lefolytál. Lefolytam, mint a pisi a csatornába. Viszontlátásra. Megyek kabát vadászatra, tönkrement a kabátom, pedig reméltem túlélél még ezt a hideget, közben nézlek benneteket. Lehet, mert jó kabát vadászatot. És akkor ezt most ő tök soknak számolta be, ugye? Elvileg igen. Na, hogy adatot megváltunk. Ja, én nem a Raident akarom, sícs innen. Kettőt adott hozzá, akkor nem mindig ad. Kettőt? Aha. Felvetted őket? Én fel? Vagy nem azt adja, vagy nem tudom, kettővel vagy egyen lett több. Ja, szerintem azért lett kettővel több. Amúgy igen, lehet craftolni. Hol tudok már, akkor kikraftolhatjuk, hogy haladjunk, de akkor a boss előtte verjük le. Jó, akkor jó, kezdjük a bosszal, és utána akkor megyünk craftolni. Ha bemész mondjuk, én a zoomába ott meg fogom mutatni, hogy jó. Hol van a craftoros cucli. Amúgy baj, te nem tag vagy, szóval tudsz jönni hívásba. Tudna, én is azt hiányoltam, hogy nem jött. Jól teltek az ünnepek, csak nagyon rohangálósan, nagyon nehéz most. Csomoron lakom, ideiglenesen, értem. Igen, sajnáltam Kiki, hogy se a szülinapodnál nem találkoztunk, se ünnepek alatt, úgyhogy januárban igyekezzünk pótolni. Ezeket lefájtoljuk, vagy nagyon elmentetek? Hát én ezeket sose szoktam. De mire lehajtoljuk, ezt az egy év amúgy. Ja, mert ezek olyan erősek. Igen. Pillangós az nem annyira, de a másik az igen. Nikkinek egyik kedvenc ellen, enemie, de a pillangó. De hát figyelj, attól, hogy baj tag, attól, akinek nincs mikrofonja pöle, az nem tud hangba lenni, tehát az oké, hogy egy opció. Hát mondjuk régebben volt, ahogy... Volt, hogy volt, úgy emlékszek én is. Aztán Fall Guys van. Lesz ma is Fall Guys. Na ott majd kell nevet írni, ott visz, ó, igen, vannak játékok, ahol kell, van, ahol nem. Igen, például. Itt nem kell, mert hogy itt látszólag is három. Látod, még négy emberünk sincs jelenleg. Igen. Vagy három, mert én vagyok a negyedik. Szerintem így is lehet bolyoskázni, szóval nem kapunk itt kicsi vagy randomat. De most aztán megint rettük be új pályákat. Igen. A bolyoskáz. Egyébként a kell segítség harcokba szívesen megyek. Dori tud megjönni hozzánk, ő még nemrég kezdte. Nem, az a baj, hogyha nem vagy azon a szinten, nem tudsz bejönni, én engedni. Leírod, hogy hanyas szint, meg world level mennyi? Már lehet, hogy leírtad az elején. Nem, hogy jutunk át innen oda? Úszunk. Ó. Vagy kapja az utat. Na hát full másik irányba jöttem. Ja nem, ott hagytam a cuccokat. Arra. Szóval? World level 8-as. Akkor jó. Jó reggelt, Emese, AR57. Hát akkor gyere, Dóri, mi a neved? Hogy gyere? Ezt megnézem, be vagy a jelölve, bár ha egy hónapja kezdted, akkor kétlem. Mert egy hónapja fönn se vagyok. Én is izé, mi az AR57-es vagyok. Vagy nehezen elértem azt a szintet én is. Édes fasz, mármint nincs még este 10. Nem esett le, hogy a Dóri a tensi, baszki. Elnézést a káromkodásért, le vagyok sokkolva. Igen, hát tag is volt egy csomó ideig a Dóri is, amikor voltak a LOL live-ok. Tiszta hülye vagyok. Bocsáss meg, Dóri, tensi néven felismernélek, de hogy tiszta hülye vagyok. Igen, amúgy én sem ismertem fel. Ne haragudj. Pedig napi szinten nézem az Insta sztoriait, meg minden, hogyha instázok meg. Tehát
Van ilyen. Szép, ha lehetne, akkor komikhoz. Jó, de én megálltam harcolni, mert ha van ellenfél, megöljük. Igen, ez ilyen déves. Gyertek vissza, mert ott lesz egy láda is. Akkor mindjárt behívni. Vagy próbálj bejoinolni majd, csak átváltok majd. Itt vagytok? Amúgy úgy, hogy tenső, igen. Úgy, hogy tenső, én is fel tudtam volna is lenni, de így én sem. Azért mondom, hogy azt én is tudom. Azért ennyire hülye nem vagyok. Főleg, hogy személyesen is találkoztunk a tensővel, mondókonom, meg mint ezek itt személyesen találkozok Monguttal, csak megjegyzem. Ja, megjegyzettél? Pati, te ki vagy? Én nem tudom. Én Sanyi vagyok, szerintem. Ja, értem. Még napizik pillanat. Oké, oké. Addig mi leverjük akkor ezt a kis gennyet. Várjál, akkor kit hozzak hozzá? Ne. Hát, jeget talán. Jó, akkor berakom a kaját. Kaját. Igen. Baj is azt mondta, hogy jött hozzá. Ja, nem láttam, csak az a jég. Hát nem, mert máshol is van, csak a kaja a nagy. Meg hasonlít a kajára, azért szeretem. Ah. Na, mehetünk. Ott a láda! Hányszor térítem még előket? Ott a láda! Please! Már nagyon hiányoztok, úgyhogy remélem összejön a találkozás. Én is, Kiki. Utána már tényleg megyünk oda, ha nem esik valahonnan le egy hatalmas láda. Ezek a szép lila kék fények. Nem az a fázemi. Nagyon jó. Köszönöm! Most már mehetünk ha oda. Ha menjünk. Jó. Most csak mászkáltok? Hát Kokomihoz gyűjtünk alapanyagokat, már szedtünk gyöngyöt, meg ilyen kis kék cuccot, aztán kraftolunk. Aztán megyünk tovább alapanyagokat gyűjteni a fejlesztéshez. Fogorjuk. Én úgy emlékszem, hogy az ilyen föld alatt 10 év bosszokat sose találtam meg. Na kezdjük. Még shield van rajta, de nem kell. Nem baj, de most kell tíznom. Most kellett volna, hát engedd el. Mindig amikor a shield van, pont akkor kell még tíznom amúgy. Várj, itt ezeket a kis kényóket meg kell beállni, hogy leszedje a kilágyatokat. Az volt igen sok a tertény. Neked is? Igen, pont akkor nyomtam be, amikor a vizé vége volt. Vigyázzat! Látom, jönnek a szivacsok. Meg is öltek. Ez egy zautomoszóba. Meg is öltek. Akkor élveződöm magad. Jó, de nincsen healerem. Melyik nincs healerem? Hát mi a, melyikkel healerjem a kaját? Várjál, megölték a másikat is, úgyhogy siessetek, mert mindjárt meghalok. Baj, itt tartjuk. Jaj, ez nagyot robban szerintem. Nem bírom még 80 másodpercig a másik karaktert visszahozni. Az én mondom. Delfinek! Delfinok? Ajjajjaj. Ez idegesítő boss, igen. Nem szeretem.
Ja, most így létezeket a kis... Látom, megöltem egyet. Vagy most látok egyet sem. Jó, szépen ütjük. Rosszra nyomtam. Úgyhogy konkrétan most csak azt csináljuk, hogy Kokomit kicsit szintelgetjük. Az volt az ötlet mára. Pont harc közben akarsz bejönni? Hát gyere. Hát csak akkor lehet, hogy újra indul a box, de hát tudja. Ezt mondhattátok volna, mielőtt elfogadom. Nem biztos. Szia, Tenshi. Hello. És Tenshi, hogyha megcsapatod akár a 199 forintos tagságot, vagy esetleg egy ajándék érkezik és pont te kapod, annak kisebb az esélye, akkor tudsz hangba is csatlakozni úgy hozzá. Nem, azt nem tudom, azt megfelfajok, mert hogy már... De jó, most kétszer volt, hogy a Mici kapta meg a Sandy, de ennek most mennyi az esélye, érted? Igen, ez a... Csak kérni kell a YouTube-tól. A YouTube-t nagyon szép. Na, akkor menjünk oda, ahol ki tudjuk craftolni, úgyhogy most így gyűjtegetünk, de majd bosszozhatunk még később. Mindjárt jól engem. Tessék? Inazumába? Azt mondtad ugye, Pati, annó? Keresem, hova kéne menni. Ez nem az. Most ide, hogy miért nem érzékeli? Ja, ezért már hülye vagyok. Itt vagyok! Jó, nem tudtam, mi történt. Ja, anyám felhívott. Á, értem. És amúgy Dori, neked hogy teltek az ünnepek? Na, most mondtam, hogy menjük? Hát azt mondtad, megmondod, hogyha ide jövök, hogy hol tudok craftolni olyan cuccot, ami kell hozzá. Akkor Inazumába vagy. Gondolom. Gyere be az Inazuma Citybe, ami itt van a legnagyobb sziketen. Vagy már nem tudom, te hol vagy. Eleve nem ott vagyok, úgyhogy szerintem rossz helyre jöttem. Igen, az Liyue. A kettes player full máshol van. Mert az a baj. Ő Mondstadtban van. Igen, de ott is lehet. Hát akkor csináljuk ott. Jó, csak már én azt hittem, hogy te Inazumába vagy még, és ide jöttem Inazumába. Én úgy voltam vele, hogy bárhol, ahol lehet csinálni, oda megyünk. Bárhol lehet amúgy. Itt is lehet Inazumába, lehet ott is. És akkor is itt a craftoló emberhez kell menni, vagy hova? Igen. Ez a kovács, ugye? Nem. Hát akkor melyik? Látod, ennyire szoktam játszani. Fent ott van, ahol baj járt, azt hiszem baj. Ja, hát itt sose voltam. Sose voltál? Hát nem sűrűn. Ne, én ide szoktam jönni legtöbbször. Mit kell craftolnunk? Várjál, elfelejtettem azt a kis kék valamit. Spectre valamit. Ez nem ez a Spectre Heartot. Ha? Hát azt írja, hogy csak háromat tudok. Hát akkor csak hármat tudsz. Ja, itt van ilyen, hogyha őt berakom, akkor jobb lesz. Jó. De rendben, hogy tényleg mit is tud? Is adott két bónuszt. De tudok még, hogyha lecserélem másik karira? Miért nem tudok? Nem. Várj, ott volt valami. Olyan kényelmetlen a székem. Visszaad materiált, amit gyártasz. Ó, itt egy csomó mindent besett lémeltem. Hol? Én vagyok. Nézd, amennyi minden van itt. Mindig most artifáktből gazdag lesz, úgyhogy jön majd az összesen egy kora. Hát nézd oda. Karácsony van. Mi az? Nem akarok, nem? Imádom!
mindig live közben kell engem minden random embernek felhívnia. Elfogyott az alapanyag. Akkor még vagy keressünk növényt, mindjárt megnézem, hogy mit mutat. Karakter. Kokomi. Még kettő kell. Hey. Akkor menjünk vissza keresni ezt a kettőt. És akkor útközben megölünk ellenségeket, hogy Dóri is kivegye a részét. Mindjárt jövök vissza. Jó, ugyanoda kell akkor a Kokomi szigetre menni, gondolom. Valamelyik részére. Hol nem voltunk. Baj azt írta, hogy kövessem, hát mi már megérkeztünk ide. Úgyhogy gyere ide, kérlek. Addig mi Tenshivel leharcoljuk, hogy egy kicsit ő is hagy játszon ezt az egy lényt. És hát próbálkozunk vele. Nagyon jó. Na, player 2-es a baj 10, az hova van? Hát én nem látom. Megvan. Tenshi, akkor jó lesz. Szia Noémi, ezt a szó, jó reggelt. Na mehetünk. Kettő darab olyan cuclit kéne még szerezni. És nincs kiírva, srácok, még, de a tagok azok már láthatták, hogy dél körül indul majd a Fall Guys. A bajt állandóan szem elől vesztem. Olyan meg gondolom teleportál, vagy nem tudom. Hol van? Aha, hát elteleportál lett, ez úgy hogy kövessem? Na, vagyok. Oké. Okay. Hoztak nekem kaját. Na, de jó, jó étvágyat. Mit kaptál? Valami szendvicset. Teljesen jó. Semmi baj, visszanézhető lesz Noémi majd a Fall Guys is. Na, kicsinálok. Keressük azt a két-kettő olyan cuccot. Én baj tíz próbálom követni, de ha teleportál, úgy nem tudom követni. Nézem, hova megy. Ha tudunk, akkor fussunk. Várj, ezt fel tudom venni. Nem ilyen teleportálós ember. Amúgy nekem is ott írja, hogy ott. Hol? Hogy valahol ott van egy ilyen. Várj, itt harcol már, nem? Várj, lezuhantam. Én ma valahogy olyan nehezen tudok felébredni. De már készül a kávé. Én is iszom az ilyen porkávémat, de majd a Fall Guys előtt lefőzök egy rendeset, az biztos, mert nem érzem az erejét. Ma ilyen nap van emesek. Én is álmos vagyok, pedig aludtam aránylag sokat. Én az éjjel alatt, hogy 20-szor felkeltem. Én csak egyszer arra emlékszem. Ajjaj, meg fogok halni. El vagyok szokva, hogy nincs healer. Mindjárt hozom a Noelt. Jó. Ja, nem tudok, mert még harcba vagyunk. Még mit harcolok itt? Ezt meg kéne ölni, baj. Azért vagyunk harcba. Basztott. Vagy bárki. Mert mindjárt meghalok a 360 HP-mmal. Ajá, Dave, van heal, van heal, van heal. Kirekerem el. Köszi. Beletom, adom, meg szerintem hozzá másik karaktert. Hozom a Noelt, már azt mondom, hogy ő hozzá vagyok szokva, vagy amúgy is visszatöltöm magam. Az baj, nekem nagyon nehezen tölt fel a izém. A... Mi az ultim? Nem is ezt akartam, hanem a karakter. Hogy állunk? Hol a Kokomi? Hova lett? Hátra tette.
Megadtam. Nem számolta bele, tehát akkor nem értem, hogy hogy szedjük ezt, hogy nem mindegyik ad, mert felszedtem valamit, de ugyanúgy kettő kell. Nem az, szerintem azért, mert hogy az egy nagyobbik fajta, és ezt nem droppoltam még. Gyertek, ott egy láda. Jaj, nem szeretem az ilyen ebbüsszfényeket. Nekem tegnap volt az, hogy 10-szel felébredtem, és tudtam ma már pihenni? Energy Recharge Artifact-tel. Hát jelentsen is ez akármit, de én elhiszem neki. Igen, tudom, csak nekem ugye nem az nem szuporra van buildelve, hanem tényleg. Nem spektereket kell ölni hozzá? Hát, de azt ezt most a láda miatt öltük meg. Igen, Dave-nek fontos az a kettő primó, amit ad. Igen. Sok múlhat azon. Múlt kettő. Igen, mondjuk nekem volt, hogy egy kellett. Szia Kira, jó reggelt! A primó a legfontosabb az egész játékban, így van. Nekem van ilyen 2000 van, amelyik. Na merre menjünk? Hol lesz olyan, amit jönni kell? Fel a statue-hoz. Vaj 10 már megint valahova elteleportált. Igen, ott a nagyobb lakottam. De kiszúrtam. Mint a gumit. A kocsi gumit. Én mindig beváltam rögtön visre. Én is beszoktam egyből. Ott repül a kis bajmadár. Én is bele a vízbe. Hajó! Na jaj, túl alacsony vagyok. Nem tudok izélni. Most amikor nem kell a hill, akkor van. Hát persze. Hát ebből már csak lesz. Mennyi, mikor fogod megcsinálni azt az Ascension domain-t? Mond. Ahol felszinte, amikor felszinteszheted magad, azt mikor csinálod meg? Sose. Miért? Nem tudom. Amúgy nagyon könnyű. Várjál. Rosszra mentem, igen. Ó, gyerekek, meg vagyunk! Nyomassuk. Ez a... Kis türelmet, amúgy nem is kérdezem, hogy vagy. Egy fáj a jobb karom, meg izomlázas, de azt leszámítva jól vagyok. Na, hát eddig tudom feltolni. Meg igazából a vállam, meg a hátam is fáj, de. Aha. Miért nem jó? Ja. Ja, hogy elég, hogyha nyomva tartom az egeret, erre nem emlékeztem. Na, gyerekek, most már kell 3 ilyen kék, 16 vagy 26 gyöngy, meg 18 ilyen szar. Folytathatjuk a keresgetés. Jaj. Nem megyünk ki a bujocskába. Szia, Varnyú. Majd azt is fogunk, van még idő. De várjál, így, hogyha őt feljebb szinteltem, akkor nem az van, hogy kapok ilyen kék vist. Nem mindegyiknél. Bar, ezért a bai elmegy vécére. Jó, rendben. Itt most egyet kaptunk. Azt elviselem. Figyeld. Hát semmi. Oké, rendben van, Dóri. Biztos oda is teleportál megy. Jaj, ne! És tényleg. Ez fáj, de jogos. Addig itt körben, gyertek itt egy láda, hároman is leverjük ezt a csúnya szamurájt. Ezért is kérjétek, várja. Ja, Dóri is, tényleg. Akkor Pati, ketten leverjük ezt a szamurájt. Főleg, hogy berakta a kettes cinyót. Meg is halt. Eddig bírta. Gyere ide! Hát már ütöm. Igen, majd lesz csapatcsere. Hát most gyere addig emesen, amíg a baj 10 mosdóban van. Már visszajött. Látom, hogy akkor a csodás 15 darabokat. De igen, majd jöhetsz amúgy.
Gyere be most, már időben legyél nyugodtan. Baj, most egy kicsit átadjuk a helyed, mert a kezdés óta itt vagy, jó? Hát és már még vissza tudsz jönni. Hát a következő te leszel, akit kirakunk. hogy igazságosak legyünk. Mert tényleg most néztem az órára, hogy 2 óra van már csak kb. Hátra a live-ból. Mert utána ugye szünet, és utána lesz Fall Guys. Már órája megy? Hát már igen. Wow. Csak gyerelmesen nyugodtan egy kicsit. Addig baj tud segíteni akár a cseten. Akkor a baj. Ilyen korán, most keltem, hát mi már nem most keltünk, már megy egy ideje a live. Pontosan nem tudom hány óra, vagy hány perce megy, de jó reggelt, Nápoly. Akkor Emes, a gyere lép be, kérlek. És akkor ugyanez a feladat, hogy ezeket a dolgokat próbáljuk megkeresni. És akkor te hangba is tudsz csatlakozni, ha a mikrofonod benn van. Köszönjük, mi is baj, sokat segítettél. Meg jó ötlet volt, hogy kicsit akkor gyűjtsünk a kokomira. Még egy kicsit keressünk cuccot, és akkor utána bújócskázhatunk egy kicsit. Elrossz. Hát valamelyik ilyen cuccokat is megölhetünk. Akár az is jó, hogyha most Dóri vagy Emeset ti vezettek, hogy merre. Mutatom, mik kellenek még egyszer. Ez ami kokomihoz kell. Szükségem van 3 ilyenre, ezt nem tudom mi adja. Ezt a Jewel of a boss adja. Repudation. A boss adja. Akkor ilyen pörlökre. Melyik boss? Amit előbb csináltunk. De azt meg lehet többször is? Persze. Hát akkor kezdjük a bosszal még egyszer, ha már megjöttek a lányok. Akkor bosszozzunk egyet. Hát baj, nem ígérem, hogy biztos tudsz jönni, lehet, hogy csak bújócska résznél cserélgetésre, mert tényleg 11 körülig tart, az ugye nem sokkal több, mint 2 óra. Sőt, már annyi nincs is. Tudom, 2 óra, jó, most kaptam be, jó, már. Hajrá. Na, akkor go. Ja, és az ellen ne a Noelt hozzam, vagy a Noel lehet ellene? A Noel az jó. De januárban is biztos, hogy lesz Genshin. Csak hozzák be az új bannereket. Az mondjuk. Mi történt, Pati? Hallom, jó kedved van. A macskával röhögök. Ja, én csak helyezkedek, srácok, mert nagyon fáj a hátam meg a vállam. De macskám olyan fingott, hogy idáig hallottam. Jaj. Barögek. Hát van ilyen. Legalább egészséges a cica. Érezzem idáig. Fúj, egy kis kakiló cicát a csetre. Jó, mindjárt ott vagyunk. Hol vagyunk? Vagy várj, de be kellett esnünk, ugye? De be kell esni. Így. Ja, majdnem felbe csaptam a Patit, de kiszaladt. Elfeküdtem? Hát már 2 napja fáj. De este bekentük Flektorra, akkor jobb lett. Valószínűleg izomlázom én. Csak nagyon kényelmetlen, ahogy ülök. És ez nagyon rossz. De majd azért is van szünet a Fall Guys előtt, mert akkor is majd átmozgatom magam, meg ilyenek. Meg elmosogatok, az is elég mozgás. Meg főzök egy rendes kávét, hogy felébredjek, mert a portkávétól messze nem ébredtem fel. Jönnek a szívcsok. Látom. Ez az automosó? Azaz. Jó, szépen haladunk. Igen, mégis. Jaj, jönnek a delfinek. Nem olyan engem követnek, ezek a nem tudom.
Az jót tesz, igen, mármint hogyha átmozgatom, arra értetted? Nem. Csak akkor is, nagyon, fáj, és Janának is tegnap ott hisztisztem egy sort, hogy de hát fáj, akkor miért mozgassam hátra meg minden, és azt mondta, hogy de muszáj. Leragad a szemed. Mit csinálj? Akkor az oldalamat én nem mozgassam meg, mert... az jó kérdés, guruljál jobbra-balra. Jó. Nagyon megérte, neki menni a falnak tegnap. Az jó jel, hogy fa fáj. Dehogy jó, tudod, milyen rossz? Jó, már értem van. Értem én csak. Na, kaptam is kettő olyan cuccot. Meg lehet még egyszer, hogy meglegyen amennyi kell? Hát meg akkor várni kell egy kicsit. Jó. Addig összetettünk olyan gyöngyöket, vagy micsodák. Jó. Benne vagyok. Várjál, lett valami teljesítmény. 10 primó. Autójának. Dirkozzag vagy. Na, akkor innen most repüljünk ki, gondolom. Na, hova menjünk szedegetni? Hova én jöttem? 4-es player vagy 2-es player? Én 2-es vagyok most. Megnézzük a 4-es hova ment. Az jó. 81%-on van a TCG event. Wow, hát mondjuk, na, hogy azt csinál... is meg akartuk nézni. Én tegnap kezdtem. De én tegnap kezdtem. Szia, Émi, jó reggelt. Itt meg van 5. Szia, Émi. 5-öt találtál? Igen, itt valahol van 5. Akkor megyek mindjárt oda, várja, felveszem Eminél a 2-t. Vagyis hát a térkép elvileg azt mondja. És hol a másik gyöngy, várja? Ja, csak szemem nem veri ki, köszönöm. Hello Armin, elég sok mindenről, igazából alapanyagokat gyűjtünk a karakterfejlesztéshez, bosszozgatunk közben, és így ennyi. Nem sok minden történt, de ez aktívan. Látom. Ilyen kis gyöngyöket, meg ölögetjük. Elméletileg most a térkép szerint van 5. Igen, volt térkép. Is 4. De ha én vagyok. Vagy ja, te. Most itt felszedtünk, itt is volt 5. Na akkor menjünk át, amit Pati mond. Várj, ezt be kell elektromosozni, várjál. Itt ezt mindjárt becsapom. Figyeld, hogy becsapom. Becsapod? Igen. A ló egy madár. Haha! Becsaptam. Oh my god. És ez mit csinált, hogy most? Ja, ott a másik is. 2-t kell, mi? De addigra kialszik a másik? Nem. Vagy de? Na, hogy ti mit csináltok? Valamilyen elektromosat próbálunk bekapcsolni. Vagy ez most már be van mind a 2? És itt a harmadik. Várjál, megyek. Hol az az itt? Ja, ott fent. Aha. Igen, és ez ad egy ládát, vagy? Hát valószínű fog. Mennék szívesen Genshin-et, de melózok. Melózok a semmittevést, az igen. Szia, Zsirú, szép délelőttet. Itt, ja, van negyedik is, aha. És most? Ja, még ott az ötödik is. Amit várunk, addig hozok csokit. Rendben. Rendben van, jobbulás, Armin. Én kívül nem adtam semmit. Mi történt? Most azon kívül, hogy majdnem megdöglöttem. Az egy nagyon jó kérdés. Mitől halok meg? Szerintem... Nem ez a sorrend, azt írták. Ó, akkor felejtős, akkor megyünk Patihoz, a sorrendbe kell. Jobbulás mindenkinek, aki beteg. Igen. Na, végül. 149 HP-n van, várjál. Fel tudsz healálni? Vagy eszek, várjál. Úgyis annyi kajám van.
Így elméletileg kell lenni soknak. Ez pont nem ad életet. Semmelyik nem ad életet? Mi a szar? Na végre. Itt van egy csomó. Megyek, várjál. Éppen Kokomihoz gyűjtünk alapanyagokat, aki nem értené, hogy mit csinálunk. Olyan szép sorrendben jön mindenki. Igen? Ezt mi nem látjuk. 77 viskút még pörgetni, az igen. Az szép mennyiség. Itt volt 1, 2, 3. Azokat megöljük. Elgondoltam. Ki gondolta mi? Ki gondolta volna? Ah, még itt lent is volt, aha. Tényleg jó volt ez. Sivatag óta nem viseltem. Hát most én se az előzőnél nagyon. De nekem csak 10 valamennyi van. Ez a léla óta. Jaj, rossz gomb. Még itt valahol van. Én is hallom. Jó. Ja. Itt szembe. Jó reggelt, szárnyas lány. Neked is, bocsi, láttam, hogy nagyon fárasztó, hogy mankóval jársz, de már azzal tök jó, hogy tudsz menni. Csak tegnap top chaten voltam, srácok, és nem olvastam emiatt a fele üzenetet, amit írtatok, de hogy tökre örülök, hogy ennyire javulsz, és emiatt reagálok csak most, mert konkrétan tegnap top chaten voltam végig. Szia, Bandita, és emiatt egy csomó üzenetet nem láttam. Gyanús is volt a plektélben, hogy alig volt üzenet. Nem, amúgy szerintem a csak felét a Nightbot töltötte ki. Aha. Vetszel volt olyan, hogy vagy ilyen 5-6 üzenet csak a Nightbot volt. Remélem jó ötlet volt Kokom szintezés, teljesen baj, én köszönöm az ötletet, emiatt nem kell bocsánat. De hát azért nem vagyok én egy ilyen full paraszt, hogy le se reagálom, hogy végre valaki gyógyul, vagy beteg, meg ilyenek. Ez most hova megy ez a hülye? Innen jöttünk. Szia, baj, jó pihenést! De ez oda-vissza megy, ez hülye. Azt engedd el. A szellemet. Ja. Jó, megnézzük, most szerintem meglett a kagyló. Rosszra mentem. Na, nem, még kell 14 kagyló, majd a boss-t még egyszer le kell nyomni, meg 18 ilyen kis cucc. Nem lett azóta plusz kukim. Én meg hamarosan megyek vásárolni, jó vásárlás. Elmegyek reggelizni, akkor most van egy szabad hely, ha valaki szeretne segíteni nekünk. Tensi elment reggelizni. Lehet Folgászra visszaérek. Figyelj, ez ilyen déltől lesz valahogy, 1:15, ahogy alakul mellette, én is még elmosogatok, átmozgatom magam, kajcsizok valamit. Valószínű tiramisut, azt csinált Jana tegnap. Just Dance-elned kell. Aha, szünetben mi? Aha, én azt fogom csinálni. Azokat a kis izéket kéne ölni, amiből tudunk craftolni, tudod? Na most lett egy szabad hely, ha valakit érdekel. Aztán megnézzük a bújócskát is, de azért nem kaptunk tavaly se semmit. Nem is FIFA, FIFA az még nincsen meg. Még nincsen meg a FIFA. Még semmelyik játék nincs meg abból a négyből. És ajándékba se kaptam meg egyiket se, úgyhogy még nincsen meg. Amúgy én vagy otakontabb betrolkodtam a FIFA-t. De vagy. Ahhoz van magyarosítás, azt örülnék, ha lenne amúgy magyarítás. Itt egy láda. Hajnali hát, de amúgy mind a négy játékot szeretném majd kipróbálni, tehát azért is tettem ezeket bele. Remote kapsz érte, a bújócskáért? Hát akkor megyünk. Miért nem mondtátok eddig? Jó, remote kapsz, akkor megyünk. Rendben, Bandita. Hát ez olyan, figyelj. Támogatni Supercsat, Supermatrica, tagság ajándékozása és Primo Gemmel is tudtok, hogyha ti lennétek a fejlesztők és adnátok 1000 Primót, akkor nagyon megköszönni. De hát sajnos ilyen opció nincs. E Primo nem tudok. De bevenném azt is, küldjél Primót. Kár, hogy nem lehet. Hát
De hát amúgy a kristály. De ne küldjél. Csak viccelni próbáltam, nem jött össze. Nem akarok kristályt küldeni. Én se. Jó, ez hasznos volt. God of War nagyon jó játék, az a másik játékom, amit kimaxoltam. Tök jó, hogy közben elektromossá teszed a vizet. Megtanultam a Pokémonból, hogyha a Pikachu megrázza a vizet, végig megy rajta, az szétrázza az Atya Úristent is. Hasznos volt a Pokémon első évada ilyen szempontból. Igen, a Pokémonból sokat tanulunk, emberek. Legtöbb mindent onnan. Na, még egyszer akkor menjünk rá a bossra, és akkor utána pedig majd bújócskázunk is, mert már 10 óra lesz. Eléred a 3000 coin-t, összeset megkapod abból az eventből. Amúgy ez annyira poén, hogy akármelyik játékkal játszunk a Pokémont, azt bármikor előtt így ödét hozunk. Bármikor. Hát a Fortnite-ban nehezebben. Ellenünk is hasznos. Ja, hogy titeket is sebeztelek elektromossággal, elnézés. Ja. Engem fáj, látod, Dave-et fáj szeretni, tehát hogy szeretsz velem játszani, fájdalmas lesz. Dave. Igen? Szájnot vedd ki a csapatból. Ja, de most miért cikized a kis kettes, kis Anubis fejű gyereket? Ő itten bántva van. Hát a szívni akarsz belőle, akkor védelmet kérünk neki. Na várjál, akkor helyette hozom a Noelt. Oké. Szia Dorka, hogy vagy Mizu? Hogy teltek az ünnepek? Felvillanyoztad a hangulatot. Hát ez az. Te adtam egy kis karácsonyi fényt. Hát igaz, hogy nem volt a legjobb, de... Fényfüzér. Itt is ott a fényfüzér körülöttem a Raiden nézd. Ez egyértelmű karácsonyra csinálták. Rázós volt az út, igen. Megrázó élményben volt részük. Molly Mészáros, üdvözletem. Szia, szia. Én hogy most mátold azt a viccet, amikor a függöny világít, azt ne lehet. Jó, azt nem. Az már eléggé fáj nekem. Jó. Az már persze fájt. És hogy vagytok, akik most jöttek? Lesz még ma Fall Guys is. Úgyhogy ma dupla live van. Csak most ketté bontottam, meg kell a szünet közben. Na hát akkor verjük szét a popóját. De nincs is popója, ez egy kocka, ennek semmilyen nincs. Pati kezdve direkt túl tisztam, igen. És látod, meg is haltam. Látod, meg is kapod. Látod. Mi a neve a játéknak? Igazából ennek a játéknak a neve kínai karakterek harci fázisa. Nem? Amúgy Genshin ott van a Genshin Impact amúgy és ingyenes. Szünetben mehet a Just Dance. Majd örülök, hogyha élek a mozgástól. De gyere, ízre, gyere hozzánk, és itt van egy tartjuk neki. De jó, nem késik a live. Hát ha késik is, akkor meg húzd a végére, hát. Ha ilyen van. Vagy lép be újra, azok segítség lehetnek. Jaj, a szivacsok, az automosó szivacsok. Látom. Nem szeretem. Azt hittem, hogy a Skara meghalt. Ezt néztem, hogy miért fáj. Mi van rosszul? Jaj, rosszul teltek az ünnepek a betegség miatt? Arra írtad, Armin? Hát jobbulás, most nagyon sokan betegek az ünnepek alatt, tehát hogy mi pont előtte voltunk ugye Janával betegek, de előtte se volt jobb. Na, oda a 4007-es ütésem végre, de látom, ti meg 6000-eket üttök. Vagy se te, itt én nem ide, én nem. Ja. Én itt vagyok. Minden dolgom. Kérlek. Én addig a harmadikat adom már. Rendben. Hello, Dávid a kutya. Ez aranyos. Az egy nagyon szép. Ebéd szünet után majd nekiállok Mario teniszezni mozgással. Mert az is mozgással van, tehát hogy... Mintha ütné, mondjuk hogy fájna az nekem. Van házi állatod? Nekem van 11 halam, van egy kutyám és 2 cicám. Volt egy tengeri malacunk, de ő sajnos megdöglött. Aztán most nincsen házi állatunk. Illetve Janának van a 4 vagy 5 afrikai csigája, de én azt nem tekintem annyira házi állatnak, mert nem sok vizet zavarnak őszintén. Buci, akkor én is jövök, ennyi. Van az a funkció benne, értem. Na akkor nézzük meg a bújócskát, akkor az hova kell majd mennem? Vonstadtba.
Tudod, az volt az a macskás. Ja, cicás, elmegyünk Mondstadtba, menjél haza. Nekem is van 4 afrikai óriás csigám. Na, hát ez tök jó. Én nem szeretem a csigákat. Ezek tényleg aranyosak, meg szép, nagyok, meg minden, de nem sok mindent zavarnak. Tehát, hogy esznek hangosan, az hallatszik, mikor rágja a salátát, meg ilyenek. De hogy meg az, amikor elengedik magukat, és csak azt hallod, hogy leesik. Föntről mondjuk. Nem, bocsinál, senki nem eszik hangosabban. Úgy eszik, hogy a tálat is megeszik közben, utána a tálat meg elviszi a ház másik felébe. Ja, még nincs kimaxolva Eminek a fegyvere, Stensi is visszatért. Nekem van egy kutya és 5 macska. Na, ez jó, ha nem bántják egymást. Gyere, Tensi. Megyünk bújócskázni. Aki bújt, aki nem. Ki hogy aludt? Én nagyon jól, mélyen egyszer ébredtem talán fel. Mi az az alvás? De még félig most is alszok, azért mondom, hogy kell majd egy rendes kávé. De mi az az alvás? Én igen, nem ismerünk ilyen szavakat, mi? Rosszul. Nekem van kutyám, meg hörcsögöm, az is tök jó. Tengeri malacok, meg borigatják a tányért kifelé, kis kerekeket is felállítják és elgörgetik. Nem enged be, mert, ja, mert tele vagyunk, vagyok. Nem? Nem, én 2-vel vagyok, be kéne engedje. Nem vagyunk nem tele. Enged. Várjál, hol a cica? Ja, ott vagytok. Itt vagyunk? Nem mondjam, most hol vagy? Már én is itt, a Tensit próbálom elfogadni. Őt is örökbe fogadjuk a csapatba. Igen. De hol lehet bemenni? Kávé a legszebb szó a világon. Hát meg a Dave. De mint a kávé, igen. Iszok egy kávét és van pár dolgom már. Rendben, rendben. De most én már följöttem a cicához, ti meg elmentetek még följebb. Én még följebb. Akkor nem oda teleportál a cicás teleport. Ez hazudik ez a játék. Igen. Az teleport az rossz helyen. Jó, mondjuk, ja, igen, azért egy kis büszkeség, hogy büszkék legyetek rám, visszanéztem este, hogy Nessai hogy boldogult tegnap a plektélbe, ahol én bénáztam. Na, hát neki is volt ott, amikor emlékeztek biztos arra, amikor a köcsögöt el kellett dobni, úgyhogy ott állt az őr, és dob mögé a köcsögöt. Na, ő kétszer dobta az őr fejének, és ölte meg az őr. Tehát azért egy kicsit így simogatta a lelkem, hogy nem csak én haltam meg ott annyiszor. És a végénél, amikor beszéltük azt, hogy menekülni kellett, mint én úgy oldottam meg, hogy végig állandóan leütöttem az őrt, továbbmentem, leütöttem, továbbmentem, belerúgtam, továbbmentem. Hát neki ez nem volt, tehát hogy neki se volt törje, hogy leszúrja, de őt a végén vette, Nessai lopakodott, tehát igazából úgy kéne játszani a játékot, de hogy ő a felét lelopakodta onnan, és akkor utána ő is menekült, ő futott, ő nem harcolt, hanem ő rohangált, ő mindent begyújtott tűzzel, amit én ugye a végén kezdtem el, jó hülyén. És akkor konkrétan ő átfutott úgy, hogy arra büszke vagyok, hogyha kiveszük a számlálóimat, akkor kb. 3 óra 10 percet játszottam a plektél első 3 pályáján, ő pedig 2 óra 40 körül végzett. Úgyhogy aránylag nem is voltam olyan szar, mint aminek éreztem. Kicsit simogassuk a lelkemet. Azt hittem sokkal többet bénáztam, de nem. Viszont ő felvett egy ládát, amit én kihagytam. Nem lett egy plusz kénünk, meg alkoholunk. Mi a játék neve? Amiről most beszéltem, az a Plektail Requiem, tegnap volt live, ez pedig Genshin Impact. Ki mit fog ebédelni? Én tiramisut. Abba is van kávé. Tegnapi live-ot majd érdemes visszanézni, jó a sztori, meg minden, úgyhogy... Play... Coop mód... Jó. Postázol, simán. Napoli biztosan bulisztak este. Na jó, mi a fene faházuk? Kettőc másik oldalán. Biztos, hogy bulisztak, igen. És akkor ez hogy is működött? Tehát, hogy van egy ready... No, várjál, nekem nagyon lassan tölt. Jó. Hallom közben a disztak. Ne! Esi, olyan jó videó, szerintem több feliratkozót érdemelne. Ebbe egyetértek, de figyelj, Dave is olyan jó videós, és szerintem Dave is több feliratkozót érdemel. Jó, bezárom most a live-ot. Jó. De most nem. Miért nem vagyok a Hunter?
Hát én, De miért én igen? gengár szoktam lenni, de lehetsz hunter. Pati, mit töltesz, kolbászt? Igen. Nem tudom, a játék. Mi ez prop hunt? Hát olyasmi. Nem szeretem ezt a játékot. Hajrá, akkor most Patinak kell megtalálni mindenkit. Igen, azt tudom, hogy kell hunterezni, adja meg. Hogy itt ennyien van. Vagy pálesztölt, igen, pont ezt akartam kérdezni. A pálesztölt, igen, azt nagyon szeretem. Móci meggyilkos tekintettel nézi, és... Mi találtál meg, lestél? Lestél? Hát hogy találsz meg egyből? Hát beolvadtam a környezetbe, én is ilyen gyökér voltam, ilyen fabábú. És ilyen gyökér voltam? De mi? Hogy találtál? Nézd meg a... Ketemség! Ez érdez, igen, Steam Snipe volt a Pati, biztos vagyok benne. Ez lehetetlen. A világ legjobb bujócska játékosát, országos, mit orsz, a világszintű világbajnokát nem lehet megtalálni egyből. De hát ő nem is játszik. De hogy ez így... Ez igazságtalannak érzem. Majd ha én leszek a Hunter, higgyétek el, senkit nem fogok megtalálni. Miért nem itt mentél? A telcsit is megtalálom. Rendben, szia Varnyú. Köszi, hogy itt voltál. Szerinted nem fura, hogy két egymás mellett, Dave? Hát nem fura a kettő egymás mellett, ma ott meg ott volt 10 egymás mellett. Ez gyors volt. Vicsitet kéne játszanatok, az micsoda? Patira kérek 5 perc T-jót. Hát szerinted nem, de Nápoly ott meg 5 darab volt egybe. Pati túl jó ebben, igen. De mindenkit megtalált. Hát akkor még egy, megyünk egy pár kört, és akkor ezért most kapok jutalmat, hogy megtalált a Pati, a biztos. Nem? Nem, már kóba vagyunk. Hát akkor ez egy szar, ezt mondtam, hogy a kóba nem számolja. Nem, szerintem. De itt valamit bepipált nekem. Nem tudom, én nem kaptam. De semmit. Nem adott érte pontot. Kóba nem igen, számolja. Dejtrágya. Nem baj, de legalábbis szórakozunk egy kicsit. Igen. Jó, játszunk még kópot, és a végén megyünk randomot. Én ebben túl jó vagyok. Egyedül kell játszani. De hát tudod kiül lejátszani ilyen hülyeséget? Majd én. Mi családdal az egyik macskát a Balatonon találtuk, 3 éve, és kb. Egy hete nem ehetett, és kb. 2-3 hónapos lehetett, de mondta, nálunk van egészséges, de jó ezt hallani, hogy meggyógyult. Vicsit ilyen bujócskázos játék, bujók, boszik, és átváltoznak tárgyakká, boszorkány vadásznak meg kell találnia. Lehet, hogy fent van Steamen a kívánság listámon, nem. Mert rémlik a Vicsit szó, hirtelen egy zöld boszorkány lila ruhába beugrott. De hogy... lehet. Akkor már láttam, csak nem néztem meg, hogy milyen a játék. Csak felraktam a kívánság listámra, voltam ilyen hülye régen. Ó, ez is jó játék, ó, ez is jó játék. És mivé tudok változni? Én is ezt akarom megtudni. Jó, én elbújtam. Jó, hát hajrá. Ki a kereső? Vagy a Tenshi, vagy az Emi? Emi. Beszakad a fülem olyan hangosan, Emi megtalálta a Tenshit. Hallod, mindenki ilyen gyors, én leszek a hunyó, én egyet se fogok megtalálni, hidd el. De mit kell nyomni, hogyha megtalálod? E betűt? A halasszem. Elnézést, 3 elnézést. Mutasd meg nekik, Emi. Hát itt van egy Emi szurkoló, úgyhogy... Hajrá, hajrá! Elkapta a Captured Pati! Azt hogy teheted? Na. Most derül ki, hogy nézi-e a live-ot, vagy addig letakarta. Az én kutyám neve amúgy Lara. Na, tök cuki név. Tényleg srácok, akit érdekel, Adopt Me-ben most le van árazva egy csomó állat fél ára, érdemes most bevásárolni belőle, én a sorsolásra fogok tenni. És tegnap megint volt egy óbégatonk amúgy, aki írta, meg fog szűnni a Roblox, nem fog megszűnni, csak minden évben betrollkodják. Ott akkor voltam fürdeni. Igen, azt az egyet tiltottuk csak, hogy azt írta, hogy meg fog szűnni. Az úgy oké.
Igen, de hogy nem fog, úgyhogy lesz a Dopmi Live, és lesz sorsolás is ugyanúgy. Tehát, hogy tervezek majd venni most a félárazott állatokból. Nem mindet áraszták le amúgy, én azt hittem mindet, mármint hogy én úgy emlékszek, hogy tavaly vagy tavaly előtt, mikor bevásároltam. A Kobra azt tudja, hogy féláron van, meg én arra emlékszek, meg talán a Slakot. De még én van pár. Mi az? Én most csinálom azt a Neon Gingerbread Reindeer-t. Uh-huh. Nagyon perfect English-re ezt most elmondtam. Teljesen jó. És tegnap bejött hozzám a privát szerveremre a Fancsi. Az igen. Megszínne, akkor már fizetés rég kivették volna, ez meg a másik. Na, én maradtam utoljára. Ó, azt hittem nem talál meg, azt nézd meg, csak megnézte. Vagy most mi történt? Na, most kapott egy ilyen békönt, ami... De ne adjál neki békönt! Ne egyen békönt! Emi, ne egyél békönt! Nem, no, szia, Dave! Nem finom. Tessék, kapsz egy ilyen kis szart. Bezárjuk a dévet. És ez meddig tart ez a izé, amit kapott? Mit tudom én. Végig? Egy ideig el fog szűnni már. Elkapott! De azért jó bírtam. Én amúgy gyorsabb idő alatt állnak tápolni. Igen, és nem hirdettek volna újdonságot se, de GG, szép volt. GG. Mégis csak ilyen elakarók lesznek a következők, akik mint a Fortnite fizethetnek 246 milliót vissza. Hallottam róla, hogy elvileg vagy V-Bug-ba lehet, hogy visszaválthatunk minden skint, meg hasonlók, majd még kiderül. Nem szeretek Hunter lenni. Na, megyünk még. A GG, szóljon a GG, aminek. De azért jó, elbújtam most kivételesen. Hol a GG-jel? Ja, elfelejtettem, kerestem megint a másik ívit. Na, én akarok most egyszer keresni. Amúgy MS-ének nyugodtan adjatok békönt, lehet. Megengedem. De mit kell nyomni, hogy felfedjük E betűt? Elvileg igen, elbetű. Nem eszek békönt, akkor ne is egyél. Mémem én vagyok. De a bacon az zöldség, igen. Meghalok, olyan fáradt vagyok, igyelj te is egy erős kávét. Zseniális, köszönöm szárnyas, ne igyekszek. Nem tudom, azért elég nagy érvágás lesz nekik, hirtelen mindenki csak úgy visszaadja a már nem szeretett kinézeteket, visszakérje az összes Battle Pass pénzt 2010. Hát igen, most ezen megy a tanakodás, hogy vajon a pénz is visszaadja. Figyelj, hogyha a pénzt visszaadják, Dave-nek rögtön lesz 200 ezre. Ha visszadobálok mindent, vagy én nem tudom. De hogy igen, ilyen mémeket már láttam, hogy kérem vissza a Fortnite-ba vetett pénzem, és azzal lendülettel lett egy családi háza, meg hasonló. De nagyobb az esélyre, csak V-Buck értékbe kapod meg. Én nekem is lesz, amit visszadobok egyébként, de nyilván nem sok. Ez a legtöbb skint szeretem, amiket megvettem. De ha mondjuk bejön egy új skin, mint ahogy most nem tudtam megvenni magamnak a Boku no Hero-ból az All Might-ot, akkor lehet visszadobnék egyet, hogy az All Might-ra meglegyen a 2000-em. Tehát, hogy ilyen lehet, hogy lesz ilyen csere. Na nyilván, amiket ajándékba kaptam, azt igyekszem nem visszadobálni, mert megbecsülöm, hogy azt kaptam. Tehát, hogyha giftet kapok Fortiba, azt igyekszem nem visszaadni, ha lesz ilyen opció. De azt mondják, ez január vége, február, mire ebből bármi lesz. De kicsit ilyenről is beszéltünk. Amúgy Sally Pet hangját lehet hallani akkor is, ha átváltozol. Ó, akkor az nekem szomorú. Szia, gamerik, úgy kb. Az egész live-ról, mert nem sokára majd szünet lesz, és utána lesz Fall Guys. Jó reggelt!
Úgyhogy igen, ez egy nagy kérdés a Fortiba. Átvettem a jutalmakat, megvan mind a két ajándék skin. Meglepett, hogy ugyanolyan lett az egyik, mint amit kaptunk a Mikulásost. Nem lett túl kreatív ilyen szempontból. Na baj, felvettem, nem érdekel, hogy megváltam. Tényleg, Pati, remélem te is Fortiba veszed ki az ajándékokat, mert most ott begyűjthető egy csomó minden ingyen. Néha belépek, ezt felveszem. A szünet mennyi idő lesz? Hát legalább egy fél óra, 40 perc, egyrészt át kell állítani a live-ot, aztán kajálok egyet, főzök le egy kávét, elmosogatok, kicsit rendbe rakom a lakás, hogy mire hazajön Jana, ne akkor kelljen vele foglalkoznom. Hogy ne, akkor lezárom a forgást, és utána egyből még itt van 10 percem takarítani. Forti Miklós fehér lovon, az. Mai szipor kezdik, igen. Közben 16-an vagyunk, aki még nem tette, fejelje meg a like gombot. Köszönöm szépen. Egyébként igen, most már akkor kicsit felvázolhatjuk, hogy szilveszterre lesz 2-3 ilyen kód, amit Steam-es játék, és majd kisorsolhatom. Kaptunk felajánlást egyet Istvántól, egyet Baxitól, meg azt hiszem Beától is, de vele még nem nyilvánosan beszéltük le, csak mondta, hogy lehetne. És így lesznek sorsolások szilveszterkor is. Meg egyébként így is tudtok támogatni ugye ott a PayPal-on keresztül, és ott a teljes összeget játékokra tudom forgatni, mert nagyjából más nem tudok rajta venni, de hogy az is egy opció. Én tervezek lehet egy Battle Pass-t is sorsolni, de ezt még meglátom. De többet nem spoilerezek, de hogy így ezek lesznek. Tehát mondta is, hogy egy kicsit reklámozzuk be, lesz játékajándékozás ugyanúgy Nightbot-tal szilveszterkor. Csoda! Nyerek! Köszönöm. Nyersz. Amúgy én szerintem nem haltam volna meg, úgyhogy nem vettem volna fel azt a... Bolognaival. Figyelj, Émi, rendelsz ide egy bolognai pizzát, most megeszem. Akkor nem csak tiramisu-t ebédelek. Igen. Támogassuk David Bolognai. Hol voltál? Szekérbe? Befeküdtem a szekérbe. Én voltam a kötözött széna. Na, te itt most te lesz bújó, vagy izé hunyóként. Igen. De itt segítetted a csapatot, hogy elkaptad a favort. Mit csináltam? Én segítettem. Nem is láttam szekeret, hát körülöttem nem volt, én voltam a szekeres Adrián. Adrián az énekes. Jó, mehetünk. Most már én is akarok keresni. Zsilu, köszönöm most szépen a 18 hónapot, az mindjárt 2 év. Igen, az mindjárt 24. Igen, majdnem. Igen. Na, de most te leszlek kereső. Akarok, én leszek a Google. Google fordító? Ja, nem, Google Maps. Na, várja. Na, más hittem, mint az önpromóra érkezik valami kis donate, de hát nem. Ó, ez jó. Ó, na, ez a kokom is. Na, ezen akarok én keresni. Én nem leszek hínár, meg ilyen szobor. Nop. Ó, keresek! Nem elég sokat, de... FBI poénap, jaj, Dave, nem is mondtam, anyumnak vett párja egy vezeték nélküli porti volt, hazahozta, és utána néztünk, hogy egy töltő akkumulátor nélkül árulják, vicc kategória. Nem adtak hozzá töltőt, meg aksit, az mi genyóság? Az mi szar? Fú, Zsolt, erre én nagyon dühös lennék. Tegnap óta bújócskát sikerült felvennem. De olyan bújócskát, nem olyan óta. Eléggé hosszú lett volna. Na, akkor keressünk. Én biztos senkit nem találok meg, de indulunk. Én nagyon rossz helyre bújtam el, de engem meg fogsz találni egyből. Azt látom, hogy hogy jelzi. Ja, arra nem is lehet menni. Mutat valamit, hogyha én nyomogatom az E betűt? Nem, az csinálja, hogy amikor találsz valakit, vagy valamit olyan gyanúsnak tűnik neked, akkor ezt benyomod, és akkor megtalálod az embereket. Ha valamelyik ember abban a körbe benne volt. Mondtam, hogy senkit nem fogok megtalálni. Engem tudja, hogy megfogsz, hogy nagyon rossz helyen vagyok, én engem nagyon egyértelmű. Ember.
Eddig semmi. Az úgy jó. Mondjuk az én karakteremnek a színtémája összesült a pályához. Ó, az nagy szívás lett volna, hogyha valaki hozta volna ide Kokomit. Igen. Hát csak hínárok lehettek, meg sziklák lényegében. Igen. Most mit ír, hogy favor, secret? Ezt én nem értem. Gyerekek, ez nekem feladás lesz, tehát hogy semmit nem találok. Mit kell felszednem? Mondom, hogy nem értem, mert nem voltam még hunyó. Ja, azt a golyót. És akkor most, ha benyomom a kút, mit csinál? No, nincs staminám. Hello? Nem kellett volna oda mennem ahhoz a szakhoz. De Patin kívül nem látok más. Jó, ott a következő ember. Igen, mert én vizi, vagyok olyan hülye, hogy oda megyek ahhoz a vizéhez. De a harmadikat nem találom. Jó, de ez mekkora könnyítés, majd ezt így benyomja. Enélkül kéne végig tolni. Igen, ez nagyon gonosz. Csoda, hogy így nem találtam meg előbb a szekéren a Tenshi. De Tenshit nem láttam viszont. Addig nézem. Nem tudom, hogy mi az, ami alapból rajta van a pályán. Várjál, leesek. Ja, az Emit nem találtam meg. Nem tudom, hogy hol vagy, úgyhogy nyertél. Fogalmam nincs, hol voltál. GG. Ez a map, van rajta két búhely, bújók játszanak lényegében egymás mellett. Szélén egy lyukba ugrottam, egy korall voltam, ne. Amúgy mi az? Ha nem rohantam volna rá arra a izére, erre a labdára vagy messzarra, mire a golyóra, akkor szerintem nem vette volna engem se észre. Ha a Pati nem kezd el rohanni, akkor nem. Nem. Várjatok. Rögtön oda rohantam, mert nem láttam, hogy ott vagy, és pont amikor már ment volna le a számláló, pontunk szóval egy kókot, megnézem szólóba, hogy mennyi pontot ad egy körre, és az alapján eldöntem, hogy fogok-e bármikor szólózni. Addig ti is nyomjatok egy szólót, nektek is haladjon. Várjál, de még kicsit, hogy betöltsek. Hogy hátra egy bedobd be. Ja. Mindegy. Én is köszönöm, nagyon jók voltatok. Fussatok, hobbitok. Ez olyan jó. Hát nem, fú. De olyan lehet tudtok, hogy... Ja, mert kiszedtem az eventből a primókat, annyi elég volt. Kb. 20 perc alatt le lehet tudni az egészet. Tényleg annyira jól adja? De gondolom, igen, kell nyerni is, vagy nem? Hm? Megint a Kokomi pálya. Hozzad Kokomit. Ezt a pályát nagyon szereti. Igen. Jó napot, Robert, jó reggelt. Hát most már mondjuk tényleg napot. Van, aki jó fej Hunter és direkt nem keres meg. Ó, hát ilyet ki kell fognak. Igen. Lehet pályát beállítani? Én azt hittem minden random. Tehát visszatérve a nápolyi kérdésére, kb. Egy óra szünet maximum, ami várható, de ez a legrosszabb eset, hogyha lassan haladok mindennel. Na, bújhatunk. Nem tudom, hol van a lyuk, amit mondtatok.
Hogy vagy? Aránylag egész jól. Ez túl feltűnő. Meglátjuk. Ott már nyomogatja. Amúgy ez az a jár... Pati, törölj! Amilyen az elipszél, ezt tanuljuk meg, Robert, kérlek! Különben kibannolunk végleg, ne haragudj! Harmadik napja játsszuk ezt. Na, szóval, hogyha egyértelmű helyre bújszál, akkor ott lehet, hogy könnyebb, mert nem gondolják, hogy te ilyen egyértelmű helyre bújszál. Ja, tehát, hogy mondjuk direkt olyan helyre, ami feltűnő. Mondjuk, van benne logika, megtalált. Miért változtam vissza? Jó, csak eltalált a háló valaha. Már megijedtem. Már azt hittem, bajba vagyunk. Reggel meg olyan fáradt voltam, hogy beállítottam mindent a Fall Guys, az indexkép, szöveg, stb. Majd rájövök. Nem is az az első játék ma. Mondom, nagyon jó. Köszönjük, Émi. Neked is adunk egyet. Na, most már csak 1.45-öt kéne túlélni. Pati, köszönöm a 12 hónapot, az egy év. Miért nem azt írja? Számolgassunk. Azért már... mi az? Emesen, köszönöm a 7 hónapot. Na, akkor ezeket elfelejtettétek benyomni. Akkor már én is benyomom magamnak. Dév, köszönöm magamnak a 28 hónapot. Azóta van tagság. Ezt a szó channel, köszönöm a 7 hónapot. Zöld a chat, emberek! De amúgy nem, mert 28 nem, mert volt 2 hónap, vagy valahogy úgy, amikor nem voltam én sem. Még egy ember tolja be az tagságot, és akkor zöld lesz az egész chat. Megtalált. Ah, nem lesz így zöld az egész chat, mert sem bejött valamit. Azért, mert megtaláltak. Én már vártam, hogy be tudjam nyomni. Ja. Hát, havi egyszer engedi. A Baxinál már tényleg annyira mindenki tag, hogy ott csak tagokból állt a beszélgetés. Nálam azért még pár tagság belefér. De most nagyon sok múlva jön új emoji. 24 tag múlva lesz új emoji. Na akkor ajándékozunk 24 tagságot, és akkor lesz új emoji. Zsilu, nem mongúftákkal játszunk, hanem hogy szerezzünk primót. Már a csapatos bújócskáról lekéstél, az már volt. Igen. Ja, tényleg amúgy oda kéne menni a bujacskához, hogy majd ha Dév indítja, akkor hátha. Bartlikkel rak le egy kamu álcát. Ja, ilyet is tudunk, ezt nem tudtam. Igen. Jó, akkor szerencsejáték alapon próbál, de akkor indítani, mikor én. És akkor ezért most mennyit kapok, hogy megtalált végül is? Számít, hogy mennyi idő alatt? Vagy hogy van? A 3.91-et adott Tidi, így is. Mindjárt meglátjuk, mennyit ér. Már a Dori írta a Tensi, hogy elvileg fél óra, 20 perc alatt meg lehet csinálni a primó részt. Engem is csak az érdekel őszintén. De szólj, hogyha indítod. Várj, és akkor itt hol tudom beváltani. Mindjárt készüljetek. Kártyázás meg majd máskor nézem meg. Start matching. De várjál, nem ez. Hol tudom beváltani? Azt akartam megnézni, még nem indítottam. Event menübe. Azt hittem, hogy külön ott a csávónál. De akkor szóljál, amikor elkezded. Jó, várjál. Most beváltogattam ezeket, igen. Váltogassak. Aha, itt van, mennyi pontot kell gyűjteni. Van nagy csomód? Akkor tudsz mosni egy csomót.
Bocsi. Ja, igen, azt ott jó átállítgatni, mert ezért nem mindig az a jó neked, amit ott van beállítva a labból. Én is előbb állítottam át. Na, akkor indulunk. Már várjál, egyszerre kell mondjam, várjál. Szólok újra, figyeljél. Figyelsz? Mindenki figyel? Mindegy, én már elindítottam. Ja, direkt miatted vártam. Na jó, akkor indulunk. Na be! Várjátok. Na ki kell rakott össze? Hát nem veletek. Hát nem, nagyon sokan játszanak most. De amúgy viccen kívül jó mosás. Na, redizzünk. Baxi poén hiányzik. Baxi még lehet alszik, de hát ha a Fall Guys nem majd lesz. Nézzük meg, Baxi. Ja, idézzétek meg. Jaj, ennyiak. Az én játékomban én nyílt Hunter. De jó voltam. Na, én nem tudom mi leszek, mindjárt kiderül. Én is én vagyok. Ja nem. Na, de akkor Hunter kenyenek. De nem, itt nem. Egy másik játékos is, úgyhogy nem, rosszul mondtam. De hát én Gengert játszok, én nem Huntert, igen. Igen. Ez is rögtön tanultuk. Legalább tanulsz valamit. Látom, te a Springvéres pályán vagy. Én most a borozós pályán vagyok. Mint ez nem lesz jó búvóhely, tuti észre fog venni. Ezzel most nem vagyok elégedett, ezzel a búvóhelyjel. Pati, te borozol? Lemaradtam, mert mit mondott a Pati? Igen, igen. Nem, az a pálya, amin vagyok, az ilyen boros pálya. Ja. Ez szia, Kelemen György, jó reggelt. Hát most már mondjuk 10 óra, akkor inkább szép napod, de... Hogy vagy? Figyelek közben, csak vissza kell írjak egy üzenetre. Eddig nagyon kemény, egy embert találtam meg. Amúgy van valakinek bármi tipje, hogy cseresznyés és parfümöt, dezodort, ilyesmit hol lehet venni? Nem tudom, Google. Google jött fel. Nem nagyon rémlik, hogy cseresznyés és parfümöt láttam volna bárkinél vagy bárhol. Jaj. Én ezt pályát úgy nem szeretem. Elhiszem. Jaj, az én nem jön. Én nincs se látok. Jaj, te se tudod, hogy hol lehet. Jó, nem értettem, hogy mire mondod. Most elvég lefagyasztottam 40 másodpercre, de nem látom azt a kék izéjét. Kék kalitkáját nem látom. Na, szépen haladunk amúgy. Elég jó helyet találtál, azt hittem sokkal rosszabb. Pillanat, csak közben meg kell csináljak valamit. De hát ez alatt nem is nagyon kell figyelnem.
IKEA-ban vagy Pepco-ban szokott lenni illat olcsón, az jó. No, egy ember nem találtam meg. Meg vagyok! Victory. Na. Ennyibe írjuk le a mondatot, please. De ma megint topcsotam vagyok amúgy. Na. Jézusom! Igen, Kelemen György, ne szótagoljunk, töröljed és egy ideiglenes. Köszönöm. Hát ha nem jó, akkor inkább ne ír. Ez borzalom. Vádább nem barak. Na már is nézem, hogy akkor ez mennyit adott. Ó, oh, ez nagyon szépen adta. Figyelek. Figyelek, kérme nyugi. Figyelek. Ennyi. Ja, még ezt se vettük el. Kiért tervezel viselni, amikor bejön az a kis karakter, Pati tudja a nevét, én nem tudom. Jön valami új. Aha, csak nem tudom mikor jön. Mostaniból senkire, mert mindkettő megvan. Na, gyertek, majd mindjárt indíthatjuk együtt. Jó, megyek. Őt ingyen kapjuk eventből, akkor rá nem fogok viselni. Mi? Szóljatok, hogyha megyek. Indíthatom. De nem csoportban, nem úgy, hanem hogy itt. Randomot, még egyet. De utána még mehetünk egy záró bújócskát csoportból, úgyhogy Zsilu, Pati, figyeljetek. Ez a... Meg Emese, meg Tensi. Meg mindenki, aki jönni akar. Akkor számolok vissza, jó? 5-től 5, 4, 3, 2, 1, indulunk. Dobott össze? Nem. Ezek ez sem fél. Ja, nem. Én behalkozom veletek olyan. Háromszor bedobott ugyanazzal a három emberrel. Ne. És egyik sem fogadta el. Valószínűleg akkor a legnagyobb esélyünk egybe kerülne, ugyanazt a pályát jelöljük. Mindenki akkor jelöljük ki az utasot. De hogy lehet kijelölni a pályát? Hát elvileg ott az eventnél. De azt már akkor megnézik, nem, már is tudom. Akkor nem tudom, kijelöljük azt a pályát, amit az elején megnyertem. Ó, én keresek, jó. Hát ezen a pályán meg még nem is tudom, hogy voltam-e. Nem én fogok keresni elvileg. De rossz nem akar betölteni. Ez az új pálya szumerus, amin én vagyok. Ezt meg értem, nektem amúgy. Itt azt sem figyeltem, hogy mikre kell klikkelni, basszus. Valaki beírja, mit kell keressek? Vaj, ez melyik pályán vagy? Nem tudom. A kontok se hitek. Hordó lehet talán? Vagy doboz? Vagy mit kell keressek? Please chat, aki figyelt. Ó, én találtam egy olyan búvóhelyet. Senki nem figyelt a cseten? Léci, haló? Ez melyik pályát? Nem tudom. Ezzel még nem voltam, szóval nem tudom. Akkor ez így jó, mert azt sem tudom, mire klikkeljek. Ez
Hát de nézed a live-ot, nem? Várja, visszatekerek. Az elején mutatta. Várja. Hordó, valamilyen, nem tudom, valamilyen üvegszerű dolog, meg egy ilyen hordó és láda. Doboz, rendben. Úgy megijedtem, azt hittem megtaláltak engem. Vagy megtaláltak? Tehát lehet láda is. Még bújjak. Még bújjak. Én egy embert nem fogok ezen a pályán, de persze, hogy olyan pályára rak be, ahol életemben nem játszottam. Én is olyan pályát kaptam, én is szumerusat. Most mutatja ezt a kristályt valahol. Igen, ez ebbe az izé körét teszi. Ott van fönt kettő, mind a három fönt van. Nálunk a mi honyónk egyszerűen nem akarja felvenni. Az is lehet, hogy a mi honyónk afkos. Ja. Mert hogy szerintem játék elejé óta egy centit nem mozdult. Szóval mi jót kaptunk. Jó, várj, rossz gomb. Kettőt megtaláltam. Harmadik az nem tudom hova menekült. Fú, te hogy azt se tudom, hogy kell itt közlekedni. Igen, bálunk afkos, ezé. Hunyó. Ne. Akkor ti jól jártatok. Valahol pedig azon a részen kell legyen. A kamuizét megtaláltam. Letett kamu cuccot. Azt nagyon egyszerű megtalált. Igen. Valakinek valami jó tapasztalata Oldsprayvel kapcsolatban? Én régen használtam, de nagyon rég. Képzeljétek, megvan az új barátom iskolából, idősebb nálam és érett, és tök jó tanácsot mond, sokkal boldogabb vagyok. Na, tök jó. Van egy új barátod. Múltkor nálunk Hunter végig nem mozdult, 20 másodpercben köré álltunk szórakozni, és elkapott minket. Ne! Nazivint használtunk régen, mi szerintem. Nálunk meg sem mozdult. Na ez most mennyit ért? Na, össze is szedtük nagyjából, ja nem, mert látom még fel lehet vinni. 3008-ig, 3000-ig ad pontot. Nézzét, ez hány napig van még benn? 8 day. Az jó sok. Na akkor ezt live-on kívül is le tudom tolni igazából. Jó, menjünk egy csapatosat, most lehet jönni. Na, Süti Cica volt az első. Zsilu. Jó, nem fogok beérni. És Pati. Beértél. A Dino Spray-re mondta az orvos, hogy nem szabad használni függőséget. Tényleg azt okoz nekem, keresztapám és apukám is rendszeresen fújta az órát, akkor is, ha már jobban volt. Óvatosan szabad. Benn van mindenki? Patit, Zsilut látom. Süti Cica, próbálj újra, mert téged nem látlak, pedig téged fogadtalak először. Én is így voltam, de le kellett szokni. Aha, azt óvatosan.
Sőt, Cisza, gyere újra. Ahol Zsilu? Nagyon halk a Zsilu, nem értem, mit mond. Hangosíts fel. Most jó, most már hallak. Szia, Daisy. Te már az egész bújócskát kivitted benne, Zsilu? Én ezt szórakozásból csinálom. Ja, nem azért, hogy szerezzél cuccot. Hát ez másodlagos. Aha. Süti Cisza, várjunk még rád, vagy nem jössz? Csak azért kérdezem, mert utána már tényleg szünet lesz. Akkor jöhet valaki más. Végre valók. De te is elfelszik, te is le tudsz ülni. Ja, még odaférek, várjál. Hát elvileg igen. Ha Zsidu nem fér el. Na? Mert nem azt érzékelte. Aha. És most ülünk a padon. És lehet lőni addig egy képet. Egy alkoholista, egy antialkoholista és valaki, akinek nincsen túlságosan véleménye az alkoholról. Ja, nem tud megint jönni. Vagy nem tud jönni. Jó, rendben. Akkor csináltam a képet. Már most így is csinálok egy képet. Majd te csipogni fogsz. Csipogni fogok? Miért fogok csipogni? Igen, a széli csipog. Cuccod. Pihenő monstatiak, igen. Na, mehetünk. Keljél már föl. Igen. Akkor hárman leszünk. Vagy várjál, MS-e nem jössz vissza egy körre? Mert utána tényleg szünet. Még van egy hely, addig megnézem, hogy mi újság van itt a battlepad-ben. Hogyha hárman vagyunk, akkor nem ad hozzá randomot. Igen. Na jó, visszajött. Yay. Ó, Daisy, sajnos későn írtad, addigra megteltünk, de nem tudom, hogy bejelöltél-e már engem. Megnézem, hogy Bobocsán név van-e itt. Nincs. Majd jelölj be és legközelebb tudsz majd, persze. Csak sajnos a live 90%-áról lemaradtál. Na, csináltam egy csodás képet. Most mit akar? Valami nem jó. Amúgy, ha elbújsz, akkor az állat az eltűnik? Eltűnik, de a hangja az ott marad. Akkor kiveszem. Volt, amikor csipogott a tető. Akkor Daisy, ha be tudsz, vagy eddigre visszajön, amit kidobta, akkor az volt a baj. Nagyon nem akar összejönni a kóprész. Pedig eddig jó ment. Akkor megyünk hárman. Akkor ez egy gyors lesz, legalább több időm lesz kajálni. Akkor menjünk. Tesco-ban cseresznyi és gyertya, ami még közepes méret sem ért el, 1300. Hát minden drágult, nem csak a gyertya, de nem jó, mert azt írja, hogy Send Invent, nem indítja így el. Mi? Kóban nem indítja el így. Igen, Send Invite. Send Invite. Benyomom és semmi nem történik. Semmi? Nem, kell a négy fő. Nem kell a négy, ketten is megcsináltuk. Nem. Előbb is ezért hárman játszottuk. Akkor próbáljunk úgy, hogy bontjuk a kópot és visszajöttök, ha nem, akkor pedig lezárjuk, akkor nem lesz még egy. Onnó. Akkor valaki jöjjön be. Várjál, még nem bontott, addig ne gyere. Már lehet, hogy jó lesz. Emi megjött, akkor gyertek vissza Zsilu meg Pati. Tudod, hogy nekem mennyi ideig tart egy töltőképernyő, szóval... Jöhet az uborka. Rakéta csapat. Azaz. Kit várunk még? Ja, Patit. Engem megyek, megyek. Csak lassan tölt.
Na nézzük. Jaj, tényleg még nem cseréltem ki a fehér hátteres uborkát. Hát ha nem felejtem el a szünetbe, akkor igen. Akkor írok, hogy ne felejtsd a fehér hátteret. Jó, de akkor azon írja, ahol átküldted, hogy lementsem. Nem jó. Nem. Azért, mert meg nem töltöttem be. Ja. De már szólj, ha betöltöttem, hogy tegnap meg volt minden... Betöltöttem! ...karácsonyi örömöm, megkaptam Raiden. Na, de jó, 4000 primo gemet költöttél rá, most kemény. Próbáld. De örülök, hogy hazajöttek, itt szerettél volna, Daisy, tök király. Na most jó. Azt mondom, hogy meg kellett várni, hogy betöltsek. Hunter. Pillanat. Oh. Oh. Nem jó az a fája. Csíj. De én? Bár, rendben. Pillanat, mondtam. Bejöttek szorongani. Igen. Na, kezdhetjük. Itt olyan tag kell. Nézzétek. Garantált volt, úgyhogy minden jól ment. Múlt héten meg szerencsém megmutatkozott. Kaptam egy C1 Tignarit. Na, hát ez... Ez jó. Nem értem néha, hogy iróniából írod, de bár a síros fej alapján nem örülsz neki. De az baj, hogy itt nincsenek ebben a pályában lyukak, ahol le lehet bújni. Ki a kereső? De is lehet bújni, ahova én bújtam. Vagy föl. Játszok picit én is, de eljöl. Engem nem fogott meg az a dínós játék, azt hiszem egyszer próbáltam, de valami nekem nem adta azt, amit vártam. De hát vannak ilyenek. Semmi baj nincs attól. De jó játékot neked, örülök, hogyha te szereted. Azért nem örülök, mert először Cinónál vesztettem az 50x50-et, Tignari lett, akkor annyira nem búslakodtam, de múlt héten Standardre viseltem, remélve, hogy Jean lesz, de nem, mert nehezen adja, tehát hogy az a baj, hogy nem tudjuk így fixen kiszámítani. Ennek én pont nem Jean-t akarom. De tényleg reméljük a legjobbakat. Add meg a segítséget. Én a standardról egy karaktert akarok, az a Csicsi. Én cél egy Jean szeretnék. Az Everyone egy sokkal fullosabb fejlesztés, sokkal élethűbb. Na, lehet valamikor ránézek, hogy hol tart most akkor a játék maga. Mondjuk úgy, hogy nem kizárt, hogy ránézek.
Küldheted, de inkább akkor a priváton küldött majd valamelyik nap, majd holnap, holnap várjál, igen, holnap már dolgozok, holnap ránézek. Mi történt, Pati? Nem megtaláltak. Na, de én megint a maradt. Hát, meg is vagyok lepve. Gyerünk, Dél. Megvan! Lehoztam. Megértük. Szép. Én amúgy egy nagy kődarab voltam, és a kövek közé estem, majd nézd vissza, Emi. Oksi, akkor ráérek, még küldök gameplayt, meg két darab magyar videót, rendben. Az újakat, mert régit én is néztem, meg ilyenek. Na jól van, srácok, én nagyon örültem, köszönöm a közös bújócskát, meg a szóló bújócskát, meg az alapanyagkeresést, meg a boss fightot, meg így a napit, meg minden, így összefoglaltam röviden, mi volt a mai live-ba. Én köszönöm, hogy itt voltatok, körülbelül ilyen legrosszabb esetben dél, negyed egykor kezdjük, és ilyen minden jó megy, akkor lehet, hogy 3-ig is tarthatjuk a Fall Guys, de biztosat nem mondok, mert még ez alakulhat, igyekszek mindennel végezni. Kajálok egyet, és nektek is jó étvágyat az ebédhez, hamarosan találkozunk, addig jók legyetek, sziasztok!